Akkor nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szünet valószínűleg nem lesz. Sikerül egy olyan másfél-két órán belül befejezni, annyit végig lehet ülni. Tudom, hogy nagyon nehéz lesz, de érdemes az erőfeszítéseket, hogy úgy mondjam, az erő irányába feszítgetni, mert hogyha megszakítjuk ideje korán, akkor nagyon elment már ugyanis az idő. Tehát már lassan 7 óra van, és úgy 8:30-9 körül illő lenne befejezni. Na most éppen ezért jönnek a megszorítások. Tehát egyfolytában a felolvasás fogja elvinni szárnyán azt az időt, ami most előadásra jutott, és mire elérkezünk az Árpád korba, már nem jutunk el oda. Tehát eredetileg Árpádházi királyok királyváltási szertartása az, ami maradandó és rendkívül lényeges, de az utóbbi idők eseményei egy kicsit, hogy úgy mondjam, a Szent Korona életében olyan eseményeket tártak fel, amelyekre most érdemes időt szentelni. Na most az első idézet, amit én felolvasok, 1699-ből származik, egy angol utazó tollából. 1699, Buda visszavétele után vagyunk, 1686-ban sikerült Budát visszavenni. Ez azt jelenti, hogy hiába vettük, vagy vették vissza Buda várát, nem tudjuk, hogy hol volt az eredeti, igazi ős Buda, tehát a valódi Buda. Tehát az a Buda, amiről Bornemissza fájdalmasan sóhajtja és énekli, hogy mikor lesz jó Buda várában lakásom. Na most azóta nincsen. És egy ország a saját országának szakrális központját nem leli fel, nem találja föl, ez azt jelenti, hogy a mindennapi élet forgatagában saját hazájának alapvető ritmusaira nem tud ráhangolódni. Tehát ezért gondolom, nem nehéz belátni, hogyha egy ellenséges hatalom elfoglal egy másik országot, akkor az első lépés, ezt a világtörténelemből ókor óta pontosan ismerjük, és ne szembelegjünk, nézzünk szembe a ténnyel, ez történelmi tény az ókor óta. Mert egy népet kiirtani az nagyon fáradtságos, és nem biztos, hogy mindig sikerült. Az első lépésben az ország, a nép, a nemzet szakrális központját szokták elpusztítani. Most nehogy már azt higgyük, hogy nálunk ez nem történt meg. Pontosan tudjuk, hogy megtörtént. Na most éppen ezért robban ki, majd 1703-ban a Rákóczi szabadságharc. Tehát, hogy időben el tudjuk helyezni az angol utazónak a megnyilatkozását, hát ez egy nagyon, hogy úgy mondjam, izgalmas időszakban történik, és csak figyelmeztetésképpen vagyok kénytelen megemlíteni, hogy ha valaki véletlenül azt meri gondolni, hogy a Habsburgok azért robbantották fel az ősi magyar várakat, hogy Rákóczi felkelői és maga Rákóczi a hadaival ne tudjon oda visszahúzódni, akkor először is, ha valaki ilyen gondolatokkal szalad neki a kérdésnek, hagyja a gondolatot saját tudatából kiszaladni. Jobb, hogyha elszalad. Ugyanis 1702-ben állítja ki Lipót, vagyis adja ki azt a parancsot, hogy az ősi magyar királyi várakat föl kell robbantani. Most ezek a történelmi tények. Bármikor egy féleszű diplomatát megkérdezünk viszont, hogy miért robbantották fel a Kárpát-medencébe ősi várainkat, mi a reflexzerű válasz? A Rákóczi féle szabadságharc. Igen, ezért robbant ki. Tehát maga botján esztergomi várkapitány volt. Tehát 1702-ben Lipót elrendeli az ősi, nagymúltú, királyi várak felrobbantását. De többek között becsúsznak olyan tételek, ma úgy mondanánk privatizált ügyek, hogy Dömösi Prépostság. Dömösi Prépostságot is felrobbantják. Kinek védett a Dömösi Prépostság? Tehát, hogy érthető legyen. Itt pontosan lehet érzékelni a történelem nemzetpusztító, múltpusztító szándékot. És mivel indokolja? Nem fogjuk elhinni. Nem a tegnapi krónikában hangzik el először ez az indok.
mivel az ősi nagy fontosságú királyi várak fenntartása túlságosan költséges, ezért kell őket felrobbantani. És elrendeljük, mondja Ripó, hogy az így felszabadult pénzösszegeket a szegények támogatására fordítsák. Na most jelentkezzen az a szegény leszármazott, akinek családja akkor gazdagodott meg. Tehát, hogy érthető legyen, ami ma történik az országban, azt nem tegnap találták ki, még csak nem is tegnap előtt. Azért erőteljes és veszedelmes, mert nagy a háttérszél. Tehát ez egy nagyon előkészített út már. Nagyon megizmosított előzményei vannak. Igen, ám, de milyen várakat kell felrobbantani? Első helyen áll Fehérvár. Most képzeljünk el valamit. Ő elméletileg nem csak német-római császár mondjuk, hanem ha a Szent Koronával megkoronázzák, akkor magyar király is. Na most jogszerűen, jogérvényesen. Ember emlékezet óta. Hol lehet magyar királyt koronázni? Egyetlen egy helyen lehet, Fehérváron, a fehérvári nagyboldogasszony templomban. Na most visszaszerezzük Fehérvárat, és ez azt jelenti, hogy a királyavató szertartásokat vissza lehetne vinni oda, ahol tényleg hatásfokuknak megfelelően csodálatos módon tudnának a királyavató szertartások működni. És mit csinál a Habsburg uralkodó Lipót, vagyis Leopold? Felrobbantatja, mert azért van még mit felrobbantani, Fehérvárat. Na most a kövek, tehát a fehérvári várnak a kövei. Írott forrásokkal rendelkezünk. Olyan hatalmas kövekről van szó, úgynevezett fal és épület alkotó kőkolosszosokról, hogy az oldalélük az ilyen köveknek 8-10-12 méteresek. Na most elmondják korabeli beszámolók, hogy ezeket a köveket a Dunán hajóra teszik, és Bécsbe szállítják föl őket. Na most lehet-e a mai Székesfehérvár az Alba Régia? Hát én mindenre hajlamos vagyok, de arra nem, hogy elhiggyem, hogy ide, ebbe a terembe nem is tudnánk azokat a legkisebb építőszeti egységeket bepréselni, olyan hatalmas kövekről van szó, hogy ezeket szépen a mai Székesfehérvárról, Balaton és Velencei tó közéről, csak azért, hogy a történésznek legyen egy jó tea délutánja, hogy ő jól érezze magát, ezeket elviszik a Dunapartra, tehát valahova Esztergom és Visegrád térségében, mert még azt is tudjuk, hogy ennek a Duna szakasznak a területéről van szó, és innen viszik föl. Na most, Fehérvárat felrobbantatják. Igen ám, de a második számú felrobbantandó vár Visegrád. Jogszerűen, törvényesen hol őrizték a magyar Szent Koronát? Visegrádon őrizték. Na most, miután a törököt kiűzik, a Habsburgok elkezdik a maradék múltunkat fölrobbantani. És lehet érzékelni, hogy egyetlen egy tételre megy ki a játék, jogszerűen, törvényesen ne lehessen magyar királyt koronázni. Alapvető ügyről van szó. A helyszín az létfontosságú. Fehérvár nagy boldogasszony templom. Visegrádi fellegvár ötszögű szentélyéből viszik el, tehát ott van egy ilyen kis belső kápolna, öt szögűnek nevezik, egyébként ma is lehet azonosítani. Tehát bármennyire hihetetlen, úgy lehet érzékelni, na hol lehetett ez az épület. Onnan viszik Fehérvárra a magyar Szent Koronát, és az esztergomi érsek koronázza meg a magyar királyt a magyar Szent Koronával. Igen ám, de ma már nincs esztergomi érsek. Miért nincsen? Mert ilyen érsekséget Szent István király, hogy Esztergom budapesti, soha nem alapított. Gondolom tudjuk. És azt is lehet tudni, hogy a trianoni békediktátumnak azért nem olyan buta emberek voltak az eszközlői.
Tehát ezek okosak voltak, és hihetetlen ravaszak, és még gonoszabbak voltak. Na most, ha én keresem Magyarország területén, most Magyarország alatt a Kárpát-hazát kell érteni, tehát a Magyar Királyság területéről van szó. Keresem Esztergom vármegyét, vagy Esztergom egyházmegyéjét, akkor a Dunának melyik oldalán fogom megtalálni, és jelen pillanatban ma az esztergomi érseknek a saját birtokai hol vannak? Elcsatolt területeken. Tehát 1920-ban már arra is gondoltak, hogyha itt lesz esztergomi érsek még, ne legyenek jövedelmei. Azért gondoljuk végig dolgokat. Hát alapvető dolgokról van szó, és egy irányba mutatnak. Hiszen ha lehet jogszerűen magyar szent koronával királyt koronázni, akkor ez azt jelenti, hogy az emberiségnek van reménye az igazi ember szabású jövendőre. Ha nincs magyar királykoronázás, nincs magyar király, ezek a remények és esélyek hihetetlen mértékben csapannak meg. Na most az angol utazó a következőket mondja. A magyarok különleges nyelvet beszélnek. Jegyezzük meg! A magyar nyelv nem egy nyelv a futottak még nyelvek kategóriájában. Különleges nyelv, rendkívüli nyelv. És ilyenkor, ha az ember példát hoz fel, akkor természetesen mindig olyan villanásokat lehet észlelni, hogy miért nem csak arról beszélünk, ami nagyon szép és jó, és miért kell ilyen más dolgokat kicsit olyan demonesztáló módon megemlíteni. Na most az élet az ilyen, bármennyire hihetetlen. Hogyha nem érzékeljük, akkor nem tudjuk megbecsülni. Hát én hiába mondom, hogy a magyar nyelv az a csodának a nyelve, hogy 19. században angol kutatók fogalmazták meg, irodalmárok, nemes emberek, hogy a teremtő ige nyelve az bizony a magyar. Hát bizonyítékaink vannak. Tehát nehogy azt higgyük, hogy a magyar nyelve csak magyar tisztelte. Hát most, hogy József Attila születésének hatalmas nagy évfordulója volt, azt is pontosan lehetett érzékelni, hogy József Attiláról megint sok mindent meg lehetett tudni. Na most egy kiváló francia költő interjút adott egy magyar rádiós irodalmi műsornak. Következőket mondta. Francia költő. Lehet, hogy béke Nobel-díjas, vagy nem tudom, szakzsargondíjas, teljesen mindegy. Tehát a legnagyobbak között van. Következőket mondja. József Attila verseit franciára nem lehet lefordítani. Ő beszél magyarul, hát azért, hogy egy francia beszél magyarul, de tényleg megható volt, hogy magyarul megpróbál beszélni, és elmondja, hogy nem lehet József Attila verseit lefordítani. Mert az egyik nyelv, tehát az, amelyikről le kellene fordítani, az hihetetlenül gazdag, hihetetlenül árnyalt, hihetetlenül színes, összetett és csodálatos. A másik nyelv pedig annyira szószegény és primitív, hogy ezt a hihetetlen gazdagságot és rendkívüli árnyalatokat egyszerre nem lehet franciába átültetni. Tehát, hogy érthető legyen valami, nem arról van szó, hogy szembeállítunk két nyelvet, de valamire figyeljünk oda. És hogyha az ember kitér arra, hogy vannak olyan nyelvek, ilyen például a német nyelv, most egy klasszikus tétel következik. De ilyen szanszkrit is ismeri. Nagyon sok nyelv ismeri azt, hogy a nyelvben megjelenik három kategória, három skatúja, három ketrec. Hím nem, nő nem, semleges nem. Na most, ha valakinek ilyen típusú a nyelve, az kénytelen végig gondolni, azt most ne ijedjünk meg. Most egy hangulatjavító, hogy úgy mondjam, tétel következik, kicsit ordinári és nem idevaló. Hogy ugyan már miért kell mondjuk nőnembe vagy semleges nembe tenni azt a katicabogarat, amelyiknek fütyije van. Tehát, hogy érthető legyen valami. Ezek beteg gondolatoknak a táptalai.
Tehát dolgokat nem lehet megérteni ilyen típusú nyelvek révén. Kénytelen spekulálni. Tehát kénytelen végig gondolni, hogy miért hímnem, miért nőnem, miért semlegesnem. És kialakul a filozófiai irodalom. Tehát filozófia ott születik, nem ott, ahol gondolkodni kell, ott születik, ahol spekulálni kell. Mert kénytelen egy életet, hogyha embernek születik, és már ilyen nyelvvel született a világra, kénytelen végig spekulálni, hogy miért így, miért úgy, és ez hogyan lehetett így. Most gondolom, tudjuk a német nyelv, a napot nő nem beteszi. Ha valaki nekem meg tudja mondani, hogy a napban mi az, ami nőszerű, annak irodalmi Nobel-díjat fogunk javasolni. Az abban a pillanatban már jó eséllyel indul a következő irodalmi Nobel-díjosztásra. Hát a nap sugárzó természetű. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem a férfi embernek van havi ciklusa, hanem a nőnek. Tehát végeredményben a férfi úgy általában naptermészetű. A nő pedig általában inkább holdtermészetű. Ha én azt mondom, igazság napja, sol justitiae, világvilágosság, ez kire vonatkozik? Jézus Krisztusra. Ha én azt mondom, hogy igazság tüköre, tehát tükröző szerepkör. Tehát a napnak a sugarát visszatükrözi. A liturgiában ki igazság tüköre, vagyis ki a hold, vagyis ki abban mondja. Hát itt láttuk a kiállításon, ahol megjelenik Szűz Mária, ő a hold sarlóból bontakozik. Na most, lehet-e a kereszténységet megérteni olyan nyelvi adottságokkal, ahol már úgy indul neki, hogy élete végén spekulálnia kell. Hogyha az fiú, hogyha az Isten fia, hogyha őt a nap jelenti és idézi, az hogy lehet nőnemű? Tehát a magyar nyelv telibe talál. A más típusú nyelvet nyugodtan nevezhetjük így, körbejárnak valamit. Hát erre megint van egy épületes példa, ne ijedjünk meg, hogy a mesztelen csiga mondjuk a gyönyörű szép piros almát körbeutazza. Most vannak ilyen típusú nyelvek. És ez nem dehonesztálás. Nyilvánvaló módon nem túl szimpatikus az a tálalás, ahogy így elhangzik, de hát nincs időnk. Nincs időnk. Tehát ez azt jelenti, hogy nem lehet szép lelküsködni állandóan. Tehát mi ahhoz vagyunk szokva, hogy magyar múltokán kezdjük el szívni a magyar múltat, és próbálkozzunk már felzárkózni valahol. Hát nem. Ez Európa kellős közepe. Mi a magyar múltba azt keressük, ami magyar. Pontosan tudjuk, hogy miután mellé, mögé akarnak bennünket állandóan felzárkóztatni. A magyarok különös nyelvet, különleges nyelvet, rendkívüli nyelvet beszélnek. Tanuljuk meg. 1699 angol utazó. Nincs még egy ilyen nyelv a világon. Aztán lehet nevetgélni, de hangsúlyozom, a tények azok tények, és az idő szavak. Hát gondolom tudjuk, hogy jelen pillanatban a világ olyan válságban van, hogy nincs olyan paraméter, ami ne katasztrófaorientált legyen. Tehát amikor már cinikusan elmondják, hogy 10 éve van az emberiségnek, és mi nevetgélünk. 10 éve van, hogy egy folyamatot visszafordítson, mert beláthatatlan következményei lesznek. Hangsúlyozom, addig érdemes észhez térni, ameddig lehet. Ugyanis nagy globális leszedelmek idején, gondoljunk a jégkorszakra, ez egy földtörténeti korszak. Mindenki tudja, csak senki nem hirdeti. Mert jelen pillanatban ennek megint következményei vannak. A nagy európai jégkorszak, ami az egész kontinens jéggel borította be. Mit került ki Európában? A Kárpát-medencét. Ide be a jég, ide visszahúzódott az emberiség. És itt van jelen pillanatban az emberiség legnagyobb ivóvízkészlete. Erről ennyi.
lehet okoskodni. És amikor lehet olyan jelentésekkel találkozni valuta alatt, Európai Unió, hogy túl sok magyar van a Kárpát-medencében. Legyenek néhány millióan kevesebben. Ez véletlenül nem népirtásra való felbújtás. Hogy akarják elérni? Segítek, bezárják az iskolákat, bezárják a kórházakat, bezárnak mindent, és halálra ítélnek egy népet. Európa kellős közepén. Mert ezek nem a reform intézkedések, ezek háborús, korra való intézkedések. Minden öreg ember emlékezhetne itt a Kárpát-medencében, hogy egy megszálló hatalom milyen intézkedéseket foganatosított, amikor megszállta Magyarországot. Nem fogjuk elhinni. Pontosan ezeket. Pontosan ezeket. És hangsúlyozom, lehet mosolyogni, lehet kacagni, de az igazsággal érdemes szembenézni. Ugyanis a magyarok különlegesen hanem a koronájukról is valami rendkívüli dolgot hisznek, és ami egy angolnak akkor föltűnik, úgy tűnik, hogy újabban nekünk alig mutatkozik meg. Tehát egy tételben jelentkezik a magyar nyelv és a magyar szent korona. Rendkívüli nyelvet beszélnek, koronájukról is valami rendkívülit hisznek. Ugyanis szerintük az angyal hozta Szent István királynak. 1699. A világ, ezen belül Európa, ezen belül Magyarország nem tud pápa által küldött koronára. Na most mi történt azóta a történelemben? Tehát ilyen, hogy pápa küld magyar királynak szent koronát, egy nem megnevezett pápát, szilveszterrel lehet gyanakodni Szent István királynak, erre sehol semmiféle adat nincsen. Arra viszont van adat, hogy a magyarok, és lehet, hogy patetikus, de ha a magyarok így tartják, a világ így hiszi, akkor mi ne akarjuk átírni a történelmet, hogy pápa küldte. Nincs erre adat. Vagy azt mondják, hogy az égből szállott alá, és Isten adta, vagy pedig angyal hozta. Ez a két tétel van. Nota bene, amikor megjelenik a magyar szent koronáról, az az időszak, amikor elkezdik ábrázolni, hát általában hogy jelenik meg? Két angyal hozza. Nem lehet félreérteni. Nincs pápai koronaküldés. Itt hamisított történelem van. És mert régóta hamisítják, nemzedékek öröklik a hazugságot, ezért a zsigerekbe is beül. Hát emlékezzünk Íj és Gyula versére, ahol zsarnokság van. Hát erről van szó. Hangsúlyozom, ne alakoskodjunk, nincs már erre sok idő. Tehát kemény a lecke, aki nem viszi, járjon utána. Tehát ennyit azért elvárok mindenkitől. Tehát nem el kell hinni, utána kell járni. Minden magyar népmese végén ott van, hogy ne hidd el, nem kell elhinni, nem győződjél meg, járjál utána. Viszont minden tananyagba be van építve, hogy a tudomány azóta kétségtelenül bebizonyította. Ugye? És nincs ideje a gyereknek utána néznie, mi az, amit belé nevelnek? Hogy Pap Gábor mondaná, a jobban tudás arcátlan gőgjét. Ezt nevelik bele. Nem pedig a minden tudás csodálatos alázatát. Most nemzedékek nőnek így fel. És természetesen ez azt jelenti, hogy mi emberek, saját magunkhoz viszonyítva, még akkor is, ha rátalálunk az útról, évtizedes lemaradásaink vannak. Mondok egy példát. Mátyás 15 éves korában Magyarország királya. Árpádházi Szent Erzsébet 24 éves korában már halott, a világ egyház legnagyobb női szentje. Ma egy nő 40 éves korában jut el, hogy rádöbbenjen, ez a férfira is ugyanígy illik, hogy testben, lélekben, szellemben mit jelent nőnek vagy éppen férfinek lenni. Tehát ma már a biológiai adottságot nem követi a lelki és szellemi, úgymond ezzel párhuzamosan a szinkronérés. Hát nem akarom mondani az én időmben, mert ez nem így van,
de nem is olyan régen, még úgy fél évszázaddal ezelőtt, sőt, még a 60-as években is, mondjuk faluközösségen belül. Ha 20 éves volt a lány és még nem volt férje, hogy nézték? Vén lány. Mert egy 20 éves lány még mindig a tinédzsert játsza. Nem beszélve a legényekről. És nem ő a hibás, hanem a pedagógia, az nem serkenti a lélek működését, észre se vesszük, gyakorlatilag visszahúzza. Ő már biológiailag, sorsát tekintve, saját életkorával sajnos nem kerül ritmusba. Nem kerül ritmusba. Kiesik ebből a szerepkörből. Na de, Szent István királynak angyal hozta, miért is meg vannak győződve, hogy ettől függ az ország sorsa. Mitől függ az ország sorsa? A magyar szent koronától. És nincs semmi gúnyolódás. Hogy ezek a magyarok, mint tudjuk, micsoda babonai sötétségben élnek, nem beszélve a nyelvükről, amit milyen nehéz megtanulni. Nem, legnagyobb tisztelet és csodálat. És jön a folytatás. Ezért fordítanak annyi gondot annak őrzésére, és minden alkalommal megóvják a szerencsétlenségektől. Na most egy nagyon szomorú aktualitás hívta elő ezt a témát, és ezért egy kicsit Miklós engedélyével két részbe venni, majd a következő alkalommal, vagy valamikor majd az Árpád-kori királykoronázásokra is időt lehet teremteni, de gondolom tudjuk, december 31-én 2006-ban földrengés volt. Itt kezdődik a mai história. Tehát földrengéssel indult. Földrengés volt előtte is, lesz majd utána is. Igen, ez, de ez december 31-e. Miért jelentős tétel? Azért, mert van egy miniszterelnöki rendelet. Ezt a miniszterelnöki rendeletet a közlönybe is közzétették. De mivel közlönyt itt senki nem olvas, ezért a miniszterelnöki rendeletről hát nem nagyon tudtunk értesülni. Hát szerencsére azért sikerült. Ebben a rendeletben a következő olvasható. 2006. december 31-éig állítsanak össze egy olyan jelentést, amely tartalmazza, hogy a magyar szent korona roncsolásmentes anyagvizsgálatát hogyan lehet elvégezni. Ugyanebben a rendeletben, miniszterelnöki rendeletről van szó, a hónapra én most nem mernék megüsködni, február-március tartamra, a magyar nemzeti jelképek felülvizsgálat. Most ez azt jelenti, hogy Magyarország, hogy úgy mondjam, ország státuszának, nemzeti jelképeinek megsemmisítésére való törekvések elkezdődtek. Hát nehogy azt higgyük, hogy az Árpádságot zászlóról nem tudják, hogy ez milyen ősi. Hát mi a válasz? Na és? Hát kit érdekel? A legtöbb ember úgysem fog utána nézni. És amikor tanítók és történelem tanárok ismétlik a demagóg sötét, süket szöveget, hogy ez milyen jelkép, az ember csak elképet. Hát ilyen alapon nem mossál fogad. Miért? Mert nagy valószínűség szerint, akik ilyen karokat nagyon szerettek lendíteni, és teli szájjal valamit szövegeltek, néha mostak fogad. Akkor tessék következetesnek lenni. Turvább példát is mondok, de az most már tényleg nem ide való. Tehát ez valami hihetetlen. Tehát az, hogy 21. században a sületlen hazugságot ilyen nívon gyakorolják, ilyenkor egy dologra kell rádöbbenni. Nagyon fontos nekik valami. Hihetetlenül fontos. Na most az, hogy 2006. december 31-én ez történt, és itt a Szent Koronára kell elsősorban gondolnunk, ennek megvan a maga krónikás előzménye. És hát ebből próbálunk most egy csokorra való összegyűjteni. Szépen megyünk vissza az Árpád-kor irányába. Hiszen a magyar Szent Koronáról, az időjárás és a földtani jelenségek működéséről a nemzet nagyon sok mindent megörökített. És vannak olyan esetek, amikor külföldi forrásokkal rendelkezünk. Na most, ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy ez a 2006. december 31-e a magyar történelemben még két december 31-ével találkozik. Az egyik 1916. december 31-e. Ez az időpont, hát ez a koronázási zene most egyelőre, ez az időpont, ezt gondolom tudjuk, negyedik Károly koronázása. Viszont 1385. december 31-e, és ez lesz majd elsősorban mai estünk főszereplője, ez második Károly koronázása. És tulajdonképpen a mostani 2006-os kormányrendelet és december 31-i végszó, és ugyanakkor a földrengés, hát nagyon sok tanulságokkal rendelkezik. Hogy most aztán tényleg nagyon oda kell figyelnünk, kire? A magyar szent koronára. Emlékezzünk 1699-ben, hogy fogalmaz az angol világutazó. A magyarok úgy tartják, hogy koronájuktól függ az ország sorsa. Ezért mindent elkövetnek annak, tehát nincs olyan anyagi áldozat, amit ne hoznának meg, hogy koronájukat meg tudják őrizni. Most ez nagyon fontos tétel. Viszont gyorsan számba vesszük a jelenségek, úgynevezett jelek, titkos jeleknek a történetét. 1978-ban, hosszú távollét után amerikai fogságból a magyar szent korona visszakerült Magyarországra. Na most gondolom, föltűnt valami. Ennek nincs szakirodalma, nincsenek albumok. Hát ez egy világra szóló, világpolitikai esemény. Ne felejtsük el, akkor az úgynevezett megosztott világban egy másik nagyhatalom, egy másik országnak, aki úgymond egy másik világhoz tartozik, visszaadja ősi kincsét, a magyar szent koronát. Igen ám, de nem nekünk akarták visszaadni. A magyar szent koronától meg akartak szabadulni. Tehát nem visszaadni akarták, hanem elkezdett valami előttük úgy világossá válni. Hogy amióta a Fort Knox nevezetű helyen, gondolom tudjuk az Egyesült Államokon belül, ez ma is a legtitkosabb, legvédettebb hely. Ott őrizték a magyar szent koronát. Hogy mennyire őrizték, senki nem tudta azt hosszú évtizedeken keresztül, hogy egyáltalán hol van a magyar szent korona. Mindszenti József hercegprímás abban a hiszemben halt meg, hogy a Szent Korona valahol van. Még ő sem tudta, hogy hol van. Legnagyobb titok tartás közepette, szállították át nyugat-német támaszpontokról egy hajókikötőbe, és innen hajón vitték át az óceán túlsó partjára. Egyébként nagyon szép volt az intézkedés. Miért? Miért nem repülőgépet választottak? De minden esetőségre számítva, ha repülővel történik katasztrófa, annak beláthatatlanok lehetnek a következményei. Ha egy hajó elsüllyed, akkor ott még lehet keresni. Tehát nagyon jó volt a gondolat. Hát gondolom tudjuk, pillanatok alatt repülőre lehetett volna tenni, de nem tették repülőre. És azt is tudni kell, hogy miközben néhány évig Nyugat-Németországban támaszpontokon őrzik a magyar szent koronát, egy támaszponton fél évnél több ideig soha nem nincs ott a korona. Miért? Mert egy másik hatalmas ország titkosszolgálata elkezdett szaglászni a magyar szent korona után. És ez azt jelenti, hogy éjszaka titokban katonai konvoj kellős közepén a korona utazásokat tett. Na most amikor a koronát végre úgymond úgy döntenek, és mindig mire érdemes odafigyelni, legnagyobb titok. Úgy döntenek, hogy át kell szállítani. Na most itt elkövetnek egy olyan igazi, hogy úgy mondjam, az ő mentalitásukra, gondolkozásukra jellemző. Ez a hím nem, ő nem semleges, nem kategória. Tehát azért azt tudni kell. Hát gondolom tudjuk, hogy hadsereg, katonai szolgálat vonatkozásában a legtöbb szállítmány vagy küldemény, az nem nyilvános, titkos. Egy katona látja, hogy titkos, akkor tudja, hogy titkos. Nos, ők a legkülső ládára, mert beletették vagy 5-6 ládába azt a ládát, amiben a magyar szent korona van, hogy nagyon biztos legyen, következő módon feliratozták. Ez tényleg így volt. Nem azonosítható repülőtárgy maradványai,
Gondolom, ezt tudjuk, hogy ékes angol nyelven milyen kezdőbetűkkel mutatkozik meg. Vigyázat, sugárzás, veszély. Most képzeljük el, ha ezt egy katona látta. Az életben már nem felejtett el. Viszont honnan jön a gondolat, hogy nem azonosítható, és ez teli talál, repülőtárgy. Hát, én sok mindenre kapható vagyok, de ott van egy korona, miért erre gondol? Hát ebben az időben már a hasadóanyagról nagyon sok mindent tudnak. Tehát nem e világi. A saját fogalmai apparátusuk szerint már megjelenik a misztikus értelmezés. Nem tudja hétköznapi szinten kezelni az ügyet, és hozzáteszi sugárzás veszélyt. Ezt megszülte. Tehát valamire figyeljünk oda. A Szent Korona létében, lényében, működésében vannak rendkívüli csodálatos események, és a 20. századi története a Magyar Szent Koronának pontosan azt mutatja föl, hogy ezek a jelenségek tényleg léteznek. Tényleg léteznek. Hiszen a sugárzás veszély megtapasztalták. Azok az amerikai katonatisztek, mert volt közülük néhány, akik miután Pajtás Ermő ezredes és koronaőr, hát ez egy kiváló ember volt egyébként Pajtás Ermő, tehát a nevét tényleg aranyba kellene foglalni. Rendkívüli, magas erkölcsen megáldott ember volt, és tényleg életet tette rá a Magyar Szent Korona őrzésére. Hónapokon keresztül állni az üres láda mellett, és képzeljük az amerikai biztonsági szakértőket. Senkinek nem merült föl gondolni, hogy nincs is ott a korona. Rezzen Isten arca, de nem azért, mert alakoskodott, hanem meg kellett várni azt a pillanatot, amit biztos garanciákat kapnak arra vonatkozóan, hogy a Szent Korona biztos kezekbe kerül. Most ennek külön története volt, ők egy Mádze nevezetű helyen ásták el a koronát, és hát elég sokáig volt, hát igen, áldatlan körülmények közepette. De igazából most nem is ez a lényeg. Mikor előkerül a korona 1945 után, kimenekítik az országból a koronaőrök, és ki kell menekíteni. Tehát ez az a pillanat, amikor nincs mese. Gondoljuk végig, hogy itt mi történik. Tehát tényleg ez volt a legjobb megoldás. Más megoldást egyszer nem lehet elképzelni. Hiszen az a hatalom, amelyik ide bejön, a tanácsköztársaság alkalmával, helyi szakszervezetei révén már megmutatta a viszonyát a Magyar Szent Koronához. Hát gondolom tudjuk, nem tudták megvalósítani. Gyakorlatilag eladták a Magyar Szent Koronát, még a bizonylat is megvan. Egy müncheni régiségkereskedő. Szerencsére nem tudták az akciót lebonyolítani, mert hát közben véget ért az ő vörös naplementési időszakuk. Na most ezek nagyon kemény tételek, de nem is ez a fontos most ebből a menetből. Na az, hogy a tisztek időnként felpróbálták a koronát, amerikai katonatisztek. Most ezek közül nem sokan érték meg azt a hónapot, napot, amikor a Magyar Szent Koronát átutaztatták az Egyesült Államok területére. Vigyázat, sugárzás veszély. Nem lehet játszani. És ezért nincsen a Szent Korona történetének erről a rendkívül izgalmas időszakáról semmiféle műforgalomban. Miért? Ezeket nem lehet letagadni. Hangsúlyozom. Hát az, hogy visszaadják aztán a koronát, ez világdiplomácia. Tehát ez egy olyan esemény, ne? Hát nem is kell ezt különösebben magyarázni. Na igen ám, de elkezdik keresni, hogy kinek lehetne visszaadni. Nem fogjuk elhinni, hogy hol tájékozódnak. Vatikán, és természetesen jelentkezik a Habsburg család is. És én nem szívesen beszélek ilyen ügyekről, ilyen formában, de akkor még volt bármennyire hihetetlen, volt magyarországi, és majdnem magyar titkosszolgálat. És az, hogy nem Habsburg Ottói kapták kézbe a Magyar Szent, jelentkeztek, hogy az övék. Gondolom, amikor ilyen szép interjúkat ad, hogy ő mekkora magyar, akkor ezek a dolgok úgy véletlenül nem kerülnek említésre. Ugye a Magyar Szent Korona nem a te családod tulajdona.
jelentkezik, és beindul az apparátus. És ilyen mindenféle titkos nyelveken, most ezt tényleg nem lehet részletezni, mert idő nincsen, sikerül meghiúsítani ezt a jelentkező szándékot, tehát az Egyesült Államokban is napnál világosabbá válik, hogy na oda biztos, hogy nem. Marad a Vatikán. Igen ám, de a Vatikánban római pápa milyen jelentést ad ki. Na most nagyon becsületes, korrekt az a megfogalmazás, ami itt történik. A magyar Szent Korona nem római katolikus műtárgy. Nocsak, nocsak. A magyar Szent Korona nem római pápa tulajdona, a magyar Szent Korona a magyar népé. És hosszas tájékozódás, puhatolózás után döntenek úgy, és most jön a lényeg, hogy a magyar népnek, nemzetnek adják vissza. Tehát ki a magyar Szent Korona? A miénk. Világos? Tehát nem öt közjogi méltóság dönt róla, a mindenkori miniszterelnök, a mindenkori köztársasági elnök, ezzel még talán még akár jól is járnánk, mert néha meglepő, hogy mondjam, tettei vannak. Hát gondolom, tudjuk, én soha nem dicsértem, mert a sólyomtól olyan messze van, mint a varjú, de egy biztos. Egy biztos, és ez tényleg egy nagyon csúnya kijelentés volt tőlem. Ezért csak azt akartam jelezni, hangsúlyozom, azt akartam jelezni, hogy különösebben még úgy semmi olyan tette nem volt, hogy ezt valamiféle szimpátiát úgy. De a úgynevezett őszi események vonatkozásában az ismert és tényleg hivatalban lévő személyek közül egyedül ő volt tisztességes. Most nyilván háttérben politikai játszmák vannak, de aki tisztességesen viselkedett, az nem egy nagy pártnak volt a vezetője, hanem a köztársasági elnök. Tehát a hazugságot hazugságnak nevezte, és megadta a lehetőséget. Most a lehetőséggel viszont nem értek. Nyilván miért nem értek? Mert félnek. Valamitől félnek. Nem könnyű. De egy biztos, meghökkentően bátor volt a kiállás. Ahhoz képest, hát ne felejtsük el, egyházi méltóság nem emelte fel a szavát az ilyen hazugság ellen. Pedig ha valakinek, egyházi méltóságnak bizony jelentkeznie kellett volna, hiszen ez Szűz Mária országa. És ez a briganti, mert egyelőre ez egy nagyon szép brillantos virágnak a neve, és akkor már nem is olyan bántó, csak vannak húsevő virágok és húsevő virágok is. Minden esetre ő elmondta színre lépésének kezdetén, tehát itt jön a figyelmeztetés. Itt a mágiát fekete mázba áztatva gyakorol. Nem olyan ártatlan gyerekek ezek. Hogy kezdődött a sportminiszter pályafutása? Szűz Mária levette az ország válláról a kezét. Most ugyanez az ember, amikor több órás beszédet tart, ezt az országot nem Magyarországnak nevezi, hanem K-országnak. És ha ezt egy Budapest-Esztergomi érsek tűri, olyan alapon, tehát nincsenek félreérthető dolgok. Tiszta a helyzet. És miért tiszta? Azért, mert az evangéliumban beszélnek a sátánról, maga Jézus, és elmondja, hogy miről lehet fölismerni. Hazug. Ő a hazugság atya. És hogyha valaki úgy hazudik, Európa kellős közepén, hogy ezzel a hazugság atyának trónra ültetését készíti elő, akkor viszont az ember elválná legalább az egyházi számontartási apparátus félharcosaitól, hogy legalább egy kicsit sziszennek. Legalább annyira, mintha tüske szaladt volna a körülbelül. De semmi nem történt. Hangsúlyozom. És ez már tényleg intőjel. Minden esetre tehát a magyar nép kapja vissza a magyar Szent Koronát. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a miniszterelnöki rendelet,
aminek határideje a 2006. december 31-i földrengéssel került egy időbe, hát gyakorlatilag ennek semmiféle jelentősége nincsen, mert ő nem dönthet. Viszont ez kellő alkalmat adhat annak, hogy a Szent Koronát elvigyék az országgyűlés épületéből, és most rendeltetésének nem megfelelő helyen van, ezt én is tudom. De mivel igen nehéz időket élünk, ezért jobb, hogyha a nemzet láthatja a koronáját, mint hogyha egy ember öltő időre eltűnik, és mondjuk valami mást kapunk vissza helyette. Tehát ezért mindent meg kell most tenni, ami a Szent Korona biztonságát, védelmét garantálja. Tehát most egy ilyen időszakot élünk. És tényleg a nemzet kapja vissza a Szent Koronát 1978-ban. A hivatalos ünnepség, az átadás ünnepség, az pont három királyok napjára esett. Most a három király hova szokott zarándokolni? A betlehemi jászolhoz. Révai Péter koronaőr 1613-ban nagyon szépen beszél a korona lényegéről. Pap Gábor nem véletlenül, ő maga is el szokta mondani, hogy amikor azt a kis tanulmányát, könyvét írta, aminek az a cím, hogy Angyali Korona Szent Csillag, akkor ez egy teljesen tudatos címadás volt, hiszen a koronaőr Révai Péter ezt a két jelzőszerkezetet használja a korona viszonylatában leggyakrabban. Tehát ez hullámzik végig. Vagy angyali korona, vagy szent csillag. Olyan módon, hogy hol sugárzik, hát a sugárzást azt nem a természettudományok találták fel, mint szóval napnak is van sugárzása. Egy embernek is van kisugárzása, a Szent Koronának is van kisugárzása. És valamilyen olyan tulajdonsága van, mondja Révai Péter, hogy nem tudom, mondja, és azért ezek talpig férfiak voltak. Tehát nem édesvíz tankönyvkiadó könyvei nevelkedtek, nem teozófiai társaság berkeiben épülgettek, kardot hordtak, két lábbal jártak a földön, birtokügyeket intéztek, nem lehetett délibábozni, meg misztifikálunk dolgokat. És elmondja a következőket. Révai Péter koronaőr. 1613-ban második Mátyásnak itt emlékiratában, hogy nem tudom, hogy a mágnes vonzó-e jobban a vasat, vagy magnetikus tulajdonsága révén. Mit mond Révai Péter? Magnetikus tulajdonsága révén a nemzet fiaiból kiváltja a szeret. Mert a magyar Szent Koronának van egy olyan magnetikus tulajdonsága, hogy a fiaiból kiváltja az összetartó és önfeláldozó szeretetnek a bizonyos érzetét. Na most ezek az úgynevezett misztikus, de nagyon valóságos tulajdonságai a magyar Szent Koronának. És hogy érthető legyen ezek a úgynevezett misztikus szálon szaladó egybeesések, nem árt tudni azt, hogy az angyal és a csillag, az tényleg főszerepet játszik az Isten fiú születésében. Mert Lukács evangéliumban a betlehemi csodát a pásztoroknak angyalok hirdetik. Angyali az úgy. Máté evangéliumában a mágusoknak viszont csillag hirdeti. Angyali korona, szent csillag. Ki van a magyar szent korona első homlokzati részén? Az egyetlen mindenféle domborodástól, hajlástól, ívelődéstől mentve zománc kép. Maga Jézus Krisztus. Most angyali korona, szent csillag, éppen a három királyok napján adják át, igen, ám, de a repülő nem tud leszállni. Hosszú ideig nem tud leszállni, mert szélvihar tombol. Akkora a szél, elmondják a leginkább a zenekar tagjai, akit kivezényeltek, meg gondolom ezekről a szerencsétleneknek nem mondták az, hogy tessék a melegedő. Ezek ott álltak, orkán erejű szélviharban. Majd megfagytak. Nem tud leszállni a repülőgép. Külön följegyzik, hogy rendkívüli az időjárás. Olyan az időjárás, hogy rendkívüli. Na most ehhez viszonyítva kell tudni azt, hogy 2000. január 1-én, amikor a Nemzeti Múzeumból átkerül a Magyar Szent Korona az Országgyűlés épületébe. Mi történt
a régi Pilis vármegye területén. Tehát ez a Dunakanyarnak egy tágabb térsége. Előző nap 31-én, úgy 8:30 tájékán mennydörgött és villámlott. Na most mennydörög és villámlik, a magyar Szent Korona lélegzetet vesz, fellélegzik. Ez nem bántó, sértő villámlás és mennydörgés volt, hanem valami szerint, hogy élek, létezek, és ebből a hullaházszerű létből, mert a múzeum az gyakorlatilag az, visszakerülök oda, hát ahol lennem kell. Mert tetszik, nem tetszik, hát inkább nem tetszik, de egy biztos, ott intéznek most nagyon fontos ügyeket. És bármennyire hihetetlen a Szent Korona ott létek, a magyarságot már olyan csapásoktól mentette meg, amikről mi nem is tudunk. Egyetlen egy tétellel kell megismerkedni, az uniós csatlakozás feltételeiről. Az a jogász csapat, alkotmánybíróságra, akik kidolgozták a Szent Korona átvételének jogi feltételeit, na most nem már tudni, hogy ők fedezték fel azt, mert nekik nyújtottak át titokba egy aktát. Tehát pontosan annak az egyik embernek, aki itt a korona ügyei körül eminens szerepet játszott. Kiderül, hogy bennünket nem mint országot akartak csatlakoztatni, hanem régiót. Régióként. És hát ilyenkor az ember úgy kicsit eltűnődik. Ezt lehetett tudni, mert kiszivárgott. Óriási botrányok lettek benne az országgyűlésbe. Itt pedig 10-15 millió magyar, mintha mi sem történt volna. Na most néha nagyon veszedelmes a kába ájulat. Miért? Mert lehet, hogy nem lesz belőle ébredés. Hát ahogy mondja József Attila, ej, döntsd a tőkét, ne siránkhoz. Ne sziszenj mindenki szilánkhoz. Nem akkor volt aktuális, mert itt alszunk. Ja, hogy uniós és valuta alapos szabvány, hogy 2-3 millióval kevesebbek legyünk 5 millióval. Az, mi a ide érdekes? Ja, itt van Európa legnagyobb édesvízkészlete. Mik vannak? Tényleg? Nem hiszem. Itt vannak Európa legnagyobb aranybányái. Na hát, hát ezt már én sem hiszem el. Börzsönyben már elkezdték a fákat. 1992-ben került kanadai tulajdonba. Nem az a szégyen, hogy kanadai tulajdonba került, hanem az, hogy senki nem tud róla. Most jelen pillanatban olyan országban élünk, ahol az ország alkotó, hogy úgy mondjam, lakosság elemi szinten sincs tisztában saját hazája adottságában. És akkor nem lehet csodálkozni, hogy holnap utána háza helyett, majd egy bevásárlóközpont lesz. Világos? Hát ez történik ma. Nem lehet megúszni, ébredjünk föl. Itt már nincs olyan, hogy hát a pedagógusok akkor mi nem. Gyakorlatilag eldöntetett. És néha a rosszban is van valami jó, mert ez talán ez a kicsit izgalmas időszak a nemzetet mozgósítja. Hát ahogy József Attila mondja, miért legyek én tisztességes? Kiterítenek én is. Miért ne legyek tisztességes? Tehát nekünk most a tisztességért kell harcolni. Mert nagyon bajlós az, hogyha mi úgy megyünk ki, ami méltatlan a magyarhoz. Aztán majd eldől a dolog, hogy mi lesz. Mert ahogy mondani szokták, a konkoly és a búza végső időben együtt nő. Ez a drámai helyzet. És egy az arató. És csak utána jön a szétválasztás. Ne reménykedjünk gyors lejáratú könnyű sikerben. Ez kemény férfi munkára talán most a magyarság. Na most lehet érzékelni, hogy 1978 és 2006 között a magyar Szent Koronára vonatkoztatott adatok egyértelműen jeleztek valamit. Csak azok az események történtek most meg, ami mindig is megtörtént. És most jön 1916. december 31-e. Negyedik Károlyt koronázzák. Eleve már van valami olyan nem túl jó, hogy úgy mondjam,
indulás az ügyben, ugyanis Károlynak hihetetlenül kicsi a feje. Tehát hihetetlenül kicsi. Tehát hozzá képest ez Aszal Szilva egy ilyen nagy lényének tűnik. Ez felvételeken nem látszik, nincs vele semmi gond, de ez bajhoz vezetett. Tehát nem tudtak úgy készíteni neki koronázási sapkát, tehát hiába készítették el a fejéhez a koronázási sapkát, ezt a belső bélést, semmi eredménye nem volt, mert elsősorban a kappának a szent koronához kell simulnia belülről. És tulajdonképpen ennek a kappának kell a fejhez, de ha neki nagyon kicsi a feje, hát itt már problémák vannak. Na most éppen ezért gondolom, régi felvételeket bárki ellenőrizheti, és ezt a nemzet így is tartotta számon. Tehát már az esti újságok és a másnap reggeli újságok megírták, hogy itt nagy baj lesz. Miért? Mert billegett fején a korona. Billegett. Nem szabad billegnie. És emlékezzünk vissza, itt van a koronának a abroncs alsó széle, szépen itt van. Tehát becsúszott. Na ez még önmagában nem különösebben, de eléggé, tehát nem akarom menteni a helyzetet, csak próbálom szeretgetni ezt az embert. Nehezen megy, de hosszú távlatból azért talán könnyű. Igen ám, de hogy kezdődik? 31-én föl kell a nap, de Budapest fölött nagyon rossz idő van. Tehát felhők, köd van, és sűrűn szemergél az eső. És Károly legközvetlenebb környezetéhez tartozó, tényleg rendes emberek írják le, hogy ezt már a rossz jelek közé sorolták. Már az indulás. Hát sugva mondom meg, hogy december tájéken túl sok jóra nem lehet számítani az időjárás vonatkozásában. Tehát, ha rosszul indul az ügy, koronázási szertartás alatt pedig folytatódik. Ugyanis, hát Tisza István az egyik koronázó, ő nádor helyettes volt, a másik pedig az esztergomi érsek. Most fejére teszik a Károlynak a koronát, az tényleg ott van a fején, és nem telik el pár perc, leveszik a fejéről a koronát. Most ez a szertartásban egy akkora hiba, hogy én nem is tudom, hogy ki javasolta, hogy így bonyolítsák le a szertartást. Ugyanis ott van a felesége Zita. Na de ki kérte őt oda? Ki kérte őt oda? Ki kérte őt oda? Hát itt királykoronázás van. És gondolom tudjuk, hogy Zita a trianoni ügyek vonatkozásában eminens szerepet játszott. Soha nem tagadta. Hát gyakorlatilag nem akarom én különösebben a történelmi jelentőségét, tragikus személyét ecsetelgetni, de tragédia az, amit ő tett. És bűnöket követett el. Most leveszik a koronát Károly fejéről, szépen megérintik a királyné vállát vele, mert királynét nem lehet szent koronával megkoronázni, ez már a veszprémi püspök. És utána visszateszik Károly fejére a koronát. Hát ez szabályzatot sértő. Miért? Mert ha a fejére kerül a korona, akkor azon a napon hosszú ideig neki a fején is kell, hogy maradjon a korona. Tehát olyan nincs, hogy megkoronázzuk, na, lekapjuk a fejéről, megérintjük a vállat, na, visszatesszük a fejére. Tehát lehet érzékeny, na, itt aztán nagy baj lesz. Kimennek a templomból, leszakadt a többmázsás csillár. Leszakadt volna korábban is nagy valószínűség szerint, csak a korona fontosabb volt, mint hogy úgy szakadjon le. Leszakadt. Pont oda zuhant le, ahol Károly az időt töltötte. Majd fölborul minden, és tűz támad a Mátyás templomba, mert ott történik. Tehát ez a drapéria, ez az úgynevezett, hát itt Kós Károlytól kezdve, nagyon sok mindenki tüsténkedett az úgynevezett koronázási díszlet elkészítve. Minden leég. Na most erre mondják azt, kicsit sok és baljós. Egyszer történik valami vigaszágon, valami derengés, amikor a Szentháromság téren leteszi a koronázási esküt. Egy pillanatra kisüt a nap. Nem fogjuk elhinni, hogy mi áll a koronázási esküben. Magyarország területi épségét megőrzünk.
Na most ki volt az, aki megszegte a koronázási esküt, és nem őrizte meg? Aki nem adta ki a magyar hadseregnek a hat parancsot? Hát negyedik Károly. Nem véletlenül avatták Boldoggá. És gondolom, tudjuk őt, mint német-római császárt avatták Boldoggá. Azért ezt érdemes említeni. Na, megyünk szépen tovább, és ahogy jövünk az időben, 1784, mert meg kell töltetni. Most a jelenségekre figyelünk oda, de bármilyen évből, 1784. április 4. Második József rendeltetett. Április 4. Érdekes módon, gondolom tudjuk, hogy ez mit jelent. 1945. április 4-én még bőven dörögnek a nyugati határszélen a fegyverek. Még talán 10-én és 12-én is. Miért éppen április 4-e? Honnan ezek a rejtélyes, visszatérő, visszaköszönő dátumok? Hát valakik okoskodnak a számokkal, okoskodnak a dátumokkal, és hát az okoskodásuk az néha azért eléggé szembetűnő. Tehát 1784. április 4-i rendelet, Pozsonyban őrzik a magyar szent koronát. Bekéreti Bécsbe a koronát második József. Következőt írják a koronaőrök. Ekkor volt Pozsonyban az első mennydörgés és zápor abban az esztendőben. Tehát nem lehet a szent korona működését függetleníteni az időjárás eseményétől, vagy az elemek viselkedésétől. Tehát ez még önmagában nem vigasz nekünk, de mindig jelzik, ha valami szokatlan eseményről van szó. Aztán van egy olyan királykoronázás, 1563, ez megint Pozsonyban, ez az első pozsonyi királykoronázás. Miksát koronázza meg Olá Miklós esztergomi érsek. Mi történik? Nem fogjuk elhinni, hogy mi történik. Hatalmas tűzvész támad, fél Pozsony leég, és a nádortól kezdve mindenki a naplójába beírja, a tűzvészt a rossz előjelek közé sorolták. Ez nem kell sok ész, de előjelek, titkos jós jelek, csodajelek, és minden elem a korona, hogy úgy mondjam, vonatkozásában, most már kezdenek összegyűlni a jelek, kiderül szerepel. Tehát föld hogy tud jelezni? Földrengés. Tűzelem hogy tud jelezni? Tűzvész. Levegőelem hogy tud jelezni? Szélvihar. Na most vízelem hogy tud jelezni? Első zápor, felhőszakadás. 1440. május 15, ez a csecsemő László, az utószülött László koronázása, Habsburg Albert halála után születik meg Habsburg Albert fia. Hát gondolom tudjuk, hogy Habsburg Albert özvegye lesz az, aki Cillei Ulrich és Habsburg Frigyes biztatására, tanácsára, Fottaner Jánosné segéletére, visegrádi fellegvárból kilopatják a magyar szent koronát. Most Fottaner Jánosné, ez egy tüneményes nem lehetett egyébként, a német nyelvű irodalom az ő memoárjával indul. Na most nálunk a magyar nyelvű irodalom úgy kezdődik, hogy világvilága, világvilága. Hogy kezdődik a német nyelvű irodalom? Hogy lopta el a koronát? Hogy lopta el a koronát? És tényleg irodalmi értéke van. És hogy valamire figyeljünk oda, nincs ok a haragra. Kész. Erre van képesítve. Ugyanis ő a sötét folyosón, már ott van az ötszögű szentély előtt, ahol a koronát őrzik, Szent Erzsébet kápolnáján kell átmenni, ahol Szent Erzsébet testét őrzik. Akkor hol van Szent Erzsébet teste? Marburgban vagy Visegrádban? Tehát
Visegrádon Szent Erzsébet kápolnája, ahol Szent Erzsébet testét őrzi. A kápolnából lehet átmenni abba az ötszögű bolthajtásos helységbe, ahol viszont már a korona van. Na, elkezd imádkozni a folyosón, még a folyosón Kottannel Jánosnak, hogy az Isten küldjön jelet, ha ez a szándék bántja a koronát, bántja a magyar népet és egyáltalán az erkölcsöket. Abban a pillanatban Kottannerné azt hallja, hogy a folyosóról, a túloldalról fegyveres vitézek érkeznek. Tehát lehet hallani ahogy beszélnek, ahogy a csörög, a zörög a páncélzat, ahogy a suhognak a palástok is közeledik. Na most ő maga írja le, hogy majdnem belehalt a félelembe, annyira meg ilyen. És már amikor már úgy ismerjük ezt a pillanatot, ez ilyen nagyon rossz álomból való ébredés, előfordul néha az emberrel. Akkor az egész jelenés szétoszlik. Na most jelet kér. Megkapta a jelet, hogy értelmezte. Aha, mehetünk előre. Most az ilyen típusú embernek nyilván az kell, megjelenik Szent Mihály arkangyal, kivont pallossal a kezébe, kicsit megrezegteti szántollait, megcsóválja, kicsit így megingatja dicsfényes fejét, és azt mondja, lángpallossal a kezében, Kottannerné, Kottannerné. Hát azért mégsem. Tehát hangsúlyhoz, mint hogyha nem abban a világban élnénk. És ezt nekünk tudni. A beteget nem... meg kell gyógyítani. Kész. Ténylegesen lehet érzékelni, nagyon nagy gondok vannak. Tehát nem véletlenül indul úgy egy világvallás, hogy gyógyítani, gyógyítani, gyógyítani. Nem véletlenül indul. Nem vesszük komolyan. Nem vesszük komolyan. És a vakok szemét felnyitni, süketek fülét feltárni. Itt kezdődik a csoda. Meg ott, hogy ezt követően oly nagy felhőszakadás volt, hogy nem volt egyetlen ember sem az egész környéken, aki ilyen nagy felhőszakadásra emlékezett volna. Tehát itt már a csecsemőt koronázták meg a kilopott koronával. És mi az, amit Kottannerné leír? Hogy olyan nagy felhőszakadás volt. És előtte még van egy kis tűzvész a visegrádi várban, korona illetéktelen megmozdítása révén, de ezt nem részletezem, mert erre már nincsen idő. Tehát együtt van a tűz, utána a főurak szólnak, hogy hát, mert fél királynéi terem leég. Mert ez a bizonyos király, ez az özvegy, akkor most már belekezdek, próbálkozik a Szent Korona elmozdításával, és az ötszögletű bolthajtásos helységből átviteti a hálószobájába a koronát. Na most mi történik? Azon az éjszakán leég a hálószoba. Megjönnek a magyar főurak, és többenten kiadott erre engedélyt. Tehát, hogy érthető legyen egy magyar főúrnak, mivel magyar. Ezért nem a rosszat keresi a másikban, nem is feltételezi azt, hogy ez lopni fog, vagy valamibe beleavatkozik. És azonnal a tűz jelzi, hogy itt valami van. Nem lehet játszadozni és elszórakozni. Na, így megyünk végig az időben, és mehetnénk még tovább is, de ezt most nem teszem, mert tartani kell a menetrendet, hát most van 8 óra, még egy óránk van. Árpád korból is már vannak jelek, Károly Róbert idejéből is vannak, például a fehérvári nagyboldogasszony templom 1320-as években többször leég. Képes krónika le is írja, meg is örökítik festményeket. Na most miért ég le? Ott gondolom tudjuk, ott lehet jogszerűen koronázni. És egyszer csak gondolom tudjuk, Fehérvárról éppen Károly Róbert a magyar szent koronát átviteti Visegrád. És itt lehet érzékelni, a kettőnek megint van valami kölcsönös viszonya a tűzvész és egyéb jelenségek vonatkozásában. A fehérvári nagyboldogasszony templomról egyet már elmondhatok, hogy a mai templom építészeti ismereteink alapján nem tudjuk, hogy milyen lehetett az a templom.
Tehát a néhány adat, ami rendelkezésünkre áll, az ellentmond mindannak, hogy körtemplom, hogy hozházas templom, egyszerűen nem lehet rekonstruálni, hogy milyen lehetett. Viszont kívül belül aranyból van. Kívül belül. Na most van egy kiváló püspök, Kálmán király egyik püspöke, ő a híres Hartwig püspök. Na most ő eljutott Fehérvárra, és megírja Szent István legendáját, tehát ez így van, kedves egészséget, 11. század végén vagyunk, tehát Kálmán király korában. És leírja, hogy minden aranyból van, mindenhol drága kövek ragyognak, és annyira valószerűtlen a fehérvári templom belső képe, hogy hozzáírja, ez egy kiváló püspök, hogy aki saját szemével látta, az meggyőződhet az ő állításának igazságára. Tehát külön magyarázkodik, hogy ő is tudja, hogy ez, de hát láttam gyerekek. És aki valóban lát, az tényleg meggyőződhet. Na most, hogy tud egy fehérvári templomban tűzvész fellobbanni, ha tulajdonképpen mi tudott tét? Hát jó, tud a bársonyfüggő, tud a fából kéz, és akkor mi van? Nagy belső tér, leég, van egy kis füst, aztán annyi. Na de nem erről van szó. Oly tüzek támadnak, Károly Robert az egész templomot kívülről, most figyeljünk, ólom lemezzel borítja be. Most gondolom, ismerjük azt a tényezőt, amikor egy ólomból kialakított belső tér mi ellen véd meg. Bizonyos sorázásnak. Most erről van szó. És amikor másodszor is lángra borul, ezért nem lehet a mai Székesfehérvár területén, a mai romkertet azonosítani Alba Régia és az Alba Régia koronázó templomával. Miért? Mert a talajban a nyomoknak ott kellene lenni. És becsületes történész és régész figyelmeztet is erre. Tehát a nyomoknak még mind a mai napig ott kell lenni. Mert a második nagy tűzvész az azt eredményezi, hogy próbáljuk elképzelni. Nem lehet elképzelni. Miért? Mert az ólom megolvadt ólom, na de hol van a tűz? Bent a templomban. Hol olvad meg az ólom? Kívül. Kívül olvad meg. Végig gömlik, mint a viasz a tető. Na most ennek a nagy tűzvésznek és ennek az ólom szerintenek nyomának kell maradnia. Tehát egyszerűbb műszerrel ki lehet mutatni. És hangsúlyozom, fel is vetett. Hogy el lehet dönteni 5 perc alatt. Nem döntik el. Hát ők sem buták. Bár a butaságot állítják, mert fizetést kapnak érte. És akkor még csak a legegyszerűbb erkölcsi védséget említettük meg. Tehát vannak bonyodalmak és problémák, és végül így jön az 1385-ös királykoronázás. Ez már királykoronázás. És itt majd következtetünk arra, hogy például érdemes lenne megnyitni hátul az ajtókat, hogy levegőhöz jussunk. Nem tudom, hogy én jól vagyok itt, de mintha hőség lenne, és nem lenne előtt. Ha úgy gondolunk, akkor menet közben azért lehet egy kis levegőt beengedni. Na most ki volt ez a bizonyos Károly? Egyáltalán hogy kerül ide? És figyeljük oda, a 14. század Baljós végzetes, sötét jellel indul, és egy irtózatos sötét jellel zárul. Itt már jön a figyelmeztetés a végzettől. Van egy évszázad, pontosan az Árpádház férfi ágának kiválását követően. Már az évszázad rosszul indul, és hiába jön Nagy Lajos vagy 40 évi, olyan csattanással csapódik le a végzet, hogy gyakorlatilag nem lehet abból az évszázadból kitörni. Mi történik? Hogy indul rosszul? Hát eleve dráma van. Harmadik András 1301. január 14-én a földi lét forgatagából eltávozik. Szent István király, az első magyar király vérének, törzsökének utolsó aranyágacskája.
Most korabeli szövegből idéztem. Ákos nemzeti Isten országbíró nádor is volt, 1303-ban írja, hogy az első magyar király, Szent István király, és itt az első magyar király és Szent István király, ez nem biztos, hogy ugyanaz. Vajon miért? Különben nem választaná a kettőt, nem magyarázgat ez a kor. Akkor azt mondja, hogy Szent István első magyar király, hogy nem tudom, hogy fogalmaz. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy én vagyok magyarnak legelső király. Az Rínyi Miklós híres epigrammájából idézett. Én lehetek, tehát magyar, én vagyok magyarnak utolsó világrészül kihozója. Én lehetek tehát magyarnak példája, hír és birodalmát, hogy nyújtsa szabjája. Kit énekel meg Zrínyi Miklós? Attilát. Olá Miklós esztergomi érsek. Hát ő a második Lajos özvegyének volt Máriának a kancellárja, ezért kerül Bécsbe. Nem azért, mert menekül az országból, hanem azért, mert hát oda szólítja a kötelesség. És távol a hazától, 1535 tájékán könyvet ír. A könyv előszava, előcíme, előrésze Hungária, vagyis Magyarország. Kiről szól a könyv? A magyarok első királyáról, Attiláról. Nincs vitának helye. Szent István úgy első király, hogy a térítés és fordítás, visszatérítés és visszafordítás. Hiszen Attila óta nincs király, Csaba királyfi. Ki az első király Attila első király óta? Hát Szent István. És ez nem sorszámnév, ez azt jelenti, hogy onnan kezdjük, ahol Attila befejezte. Nem Szent István tárgyal Róma falai alatt, hanem Attila tárgyal Róma falai alatt. Nem Szent Istvánnak jelenik meg Krisztus angyal a Róma falai alatt látomásban, hanem Attilának. És mit mond ez az angyal? Ne pusztítsd el ezt a várost. És nem fogjuk elhinni, nem az az indok, hogy a római birodalom világra szóló építészeti emlékeit meg kell az utókornak meg. Nincs maradandó érték. Apostolai csomagjai lukszanatuk. És tovább folytatjuk. Ha itt meg tudsz állni, most a saját szemben mondom, ne felejtsük el, a világ ura Attila. Ez gyönyörűen szokta a Pap Gábor elemezni, hogy ez mit jelent. A legmagasabb csúcsáról önkéntes megaláztatás révén száll alá a legnagyobb mélységben Attila. Az ingyen kegyelmet gyakorolja. Eltiporhatna. A világ történelemben nem lehetne tudni, hogy volt-e egyáltalán Róma, nem csak ókori szerzők fantazmagóriája. Ajtóablak nyitva. És Attila előtt senki nem tudta megállni, hogy ne pusztítsa el Rómát. Attila után mi történik? Fejlett nyugati polgári demokráciák uralkodói és zsoldosai 5 perc alatt elpusztítják. A világ történelemben egyedül Attila, aki nem pusztít. Kit bántanak állandóan? Hát így kell ezt csinálni. Így kell ezt csinálni. Hát bennünket 1944. októberi események miatt bántanak. Miért? Megszállta a német hatóság Magyarországot. Ez történt. Arról nincs szó, hogy a francia visi kormány szövetséges a Németországnak. Hát így könnyű csinálni. Hát elképesztő. És emberek így, mint a tunya, barlott, a vágóhídon mennek előre. Hát, második András mondja, hogy olyan bűnökért kell könnyet hullajtanom, amit el sem követtem. Micsoda profétikus előrelátás. Hát egy megszállt ország voltunk. Ehhez viszonyítva Franciaország szövetséges voltam. Csak tudnak helyezkedni, ugye? Szerződéseket megszegni. Mi a magyar bűne? Nem egy helyezkedő nép. Számára az igen. Igen, a nem, nem. Egy francia számára. Ma annak a szövetségese, holnap annak a szövetségese. És nézzük meg a himnuszokat. Nem akarok én most kitérőt tenni, de becsüljük meg a mi himnuszunkat, mert az himnusz. Az himnusz. A Marseille ez nem himnusz. Előre ország népe a harcra, és rút vér köntözze a határt. Hát
harcra és vérontásra bújt föl, mikor béke van. Hát az ember élete nem állandó háború, az nem himnusz, az egy aljas indulatokat fölkorbácsoló úszítás. Miért? Mert ha nincs háború, ki ellen indulsz kora? Ki ellen indulsz? Kinek a vére ott össze a hangja? Ide jutott a világ, és ünnepeltetik magukat. Hát, nem sokáig, azért azt is tudni kell. Minden esetre, tehát nagyon nagy utat teszünk meg, úgymond, ebből a bizonyos indulási időszakból, és akkor, ha már nekilódultunk annak az évszázadnak, mert az idő sürget, tehát ez a bizonyos Károly Róbertelinek, most kép és hangszakadás, tehát most nem térünk vissza, megyünk előre. Hát kiderül, hogy nem olyan könnyű itt magyar királynak lenni. Mert amikor az utolsó aranyágacska letörik, akkor az azt jelenti, hogy égszülte földet, fölszülte fát, faszülte ágát, nincs folytatás. Az utolsó aranyágacska. Tehát a fény folyam, az egyenes ágon, a férfi, az atyai törzsökön áramló fényfolyam, annak most végjárt egy időre. Jön a leányági ágazat. Igen ám, de ott már a rátermettség nem olyan hatásfokon mutatkozik meg. Jönnek a próbálkozások. És mi történik? Először jön egy, hát mindenki Árpád vér ebben az esetben, ezt azért tudni kell, mert László, akit Vencelbeit Lászlóként koronázzák meg, a negyedik Béla leányának ágán került a behívásra. Hát, hogy mi történik, nem részletezem, megkoronázzák, és már írja a képes krónika. Még aznap meghalt János kalocsai érsek és György szepesi püspök. Itt valami már nem úgy működik. Külön figyelmeztet a képes krónika, hogy ez egy olyan királykoronázás volt, ahol a koronázó főpap még aznap meghalt, nem bántotta senkit. Na most, ezt követi Ottónak a megjelenése, ő negyedik Béla Erzsébet nevezetű leányának ágán kerül behívásra, és hát ő az, aki útközben elveszíti, hát megkapja Lászlótól, a Vencertől a koronát, és ez egy nagyon szép gesztus egyébként. Itt is külön történetekre kellene kitérni, de nem térünk ki, tehát megkapja a koronát, jön Buda felé. De éjszaka az országúton, amikor jönnek, a csobolyóba, a kerekre csobolyóba rejtett korona, amit egy zsinoron a nyerekkápához kötöttek, eloldódik és leesik a földre. Ott marad az országút közepén. Napfelkelte idején veszik észre. Ló, hát képzeljük el, most éjféltől hajnali, azért nagyon nagy utat lehet megtenni. Szinte délbe érnek vissza, és ott van a csobolyó az országút közepén. Senki nem nyúl hozzá. Miért? Mert ez egy gyerkölcsös ország. Ha valaki véletlenül elveszítette, akkor nyilván vissza fog jönni érte. Lehet, hogy majd 2-3 hét elteltével már ugye egy kicsit úgy valaki úgy eltette volna megőrzésre, de bizony senki nem jól hozzá. Akkora csodának számít, hogy Kárti Márk Fehérvár őrkanónak a képes krónikában, Nagy Lajos számára készült képes krónika 1358-ban leírja, ez bizony isteni csodának tekintették, hiszen, most figyeljünk oda, Pannónia nem veszíthette el angyal hozta koronáját. Csapápai koronaküldés. Tehát Magyarország, vagyis arraikus, ókori, klasszikus korból néven Pannónia nem veszíthette el angyalat, angyal hozta koronáját. Viszont Ottót írja, méltatlannak jelezte, mert aki elveszíti a koronát, nem lehet király. És külön hangsúlyozza azt, hogy igen, annyira méltatlannak jelezte a koronát, hogy Ottó el is hagyja Magyarországot. Te, ő kerül majd Kán László Erdély vagy a fogságába, és Kán László, mert te akarsz itt király lenni? A fiaskán menni szépen haza. Tehát valami történt, nem lehet ezt máshogy értékelni, de akiben igazából történt,
az a koronázás után a királyi személy alkalmatlan volt, és ezt látták. Most ebből a szereplő gárdából kimarad. A sok rossz közül még a legkisebb rossz, aki aztán tett éppen elégrosszat, az Károly Róbert. 1310. augusztus 27-e tájéken koronázzák meg, ez Szentbertalan apostol napja körül van. Most ha valaki jó alaposan megnyúzta, először, mert ez az első nagy nyúzás királyi szinten a magyart, az ki volt? Károly Róbert. Hát gondolom, tudjuk a börtelen apostolt, hogy szokták ábrázolni. Van egy vándorbot, a végén viszont nem batyú van, hanem saját lenyúzott bőrét viszi, nem épületes látvány. Néha döbbenetes a látvány. Na most, Bertalan neve akkor valójában mit jelent? Jön a magyarázat. Valószínűleg arámi eredetű a név, mert a semita és arámi típusú nyelvekben a ber vagy bír az fiút jelent, és a talan, ez maga a börtelen. Ehhez hasonló jelenség az, ezt még elmondom, ez ilyen hangulatjavító intézkedés keretében történik, hogy a nyelv mennyire fontos és mennyire lényeges. Élő adásban lehetett hallani, ez világszám volt, ezt sokan szokták mondani, de én is hallottam. Reggel 6 óra, bemondó elmondja, hogy ma ismerjük a szokásos koreográfiát, milyen nap van, mi van, ilyen az idő, olyan az idő, egy szót nem szabad elérni, ki kell nézni az ablakot. Ma is elmondták, hogy borús, tehát be van borulva. Sütött a nap hétára, utána már úgy borulgatott meg, volt változás az időben, de hát minden. Ma Jolán nap van. A Jolán görög eredetű név, jelentése Jólány. Bertalan, héber eredetű név, jelentése Börtán. A János, héber eredetű név, jelentése János. Tehát ha van egy nyelv, ami telibe találja a jelentést, akkor miért kell a másodlagos, harmadlagos származási vonalat erőltetni? Ha egyszer hangalaki változata megvan ott is, megvan itt is, milyen alapon gondoljuk, hogy onnan származik? Az ószövetségi műveltség nem adakozó műveltség. Világos, hanem felvesz. És amit már felvett, az privatizálja, és a Sámson név mihez tartás vége? Samas napisten nevéből származik. Az Eszter név Istár nevéből származik. Ma már mindent automatikusan, de ez tényleg, hát valakinek ez jól esik, lelke rajta. Na de, hogyan végződik ez az évszázad? Hát jön Nagy Lajos uralkodás, amit az apja elront, megpróbálja helyrehozni, és tényleg hangsúlyozzák a korabeli krónikák, hogy a magyarok jó hírét Nagy Lajos király az egekig, a csillagokig emelte. Tehát fényben, pompában bővelkedik Magyarország. A király halálát üstökös jelzi. És gyönyörű, itt lehet érzékelni ez a csendes, méltó elmúlás, hát szeptember 11-e tájékán hal meg, tehát ez tényleg az az időszak, amikor már úgy lehet érzékelni azt, hát igen, jönnek vissza a dátumok, üstökössel, szeptember 11-ével érdekes eseményekkel, de hogy milyen úton indul el, amikor külön leírja minden korabeli krónikás változat, hogy a király ekkor már azon az úton járt, hogy szívében egy mondat lüktetett dobogot, jó nekem az Istenhez tartoznom. Ez egy gyönyörű, hogy úgymond elindulás. Igen ám, de nincs fiútól. Lányok vannak, hát Hedvig az, aki úgy kerül Jagelló párjának, hogy Nagy Lajosnak egy kikötése van. Ha Litvánia felveszi a keresztény hitet, akkor Hedvig oda megy. Ha nem veszi fel, nem. Ezek szerint nincs egyesült és keresztény Európa. Ébredezzünk. A poroszok 13. században keresztények. Hát az összes Szent István kortárs szent, Szent Adalbert, Szent Brunó, Szent Bonifác.
nagyon szomorú kérdést intézek a kedves közösségnek. Hol ütötték őket agyon? Hol? Európában. Melyik táján? Hát egyiket Svájcföldön, másikat Poroszföldön. Érdekes módon Magyarországon nem szoktak agyonütni senkit. Gellértet sem ütötték agyon. Az a méltó büntetését nyert el. Az két külön kategória. Tehát Gellért évtizedekig itt él Magyarországon, Abba Sámuel idején sem tud magyarul. Külön az érdemeit nem említem, hordóba zárják. Most kit szoktak hordóba zárni? Lehet a káposztára gyanakodni, lehet a borra, de ez mit jelent? Érlelődés. Érlelődés. Szóval Gellért én nagyon kedvelem, de az maga a Gell. Saját életében, és nem akarom dramatizálni, de egy ilyen kis teszetosza mitugrász ember volt, külön a Szent Gellért legendája mondja. És annyira hisztérikus gyűkértörései voltak, hogy oktalanul vesszőztette meg a cselédségét nem egy alkalommal, és utána rájöttek, hogy itt valami olyan, a sok szentség mellett az egy ilyen kis csúszamlás is van, akkor már nem csináltak belőle. Legendája írja, leolvasható magyar nyelv, árpádkori legendák és intelmek gyűjteményben. Nem az életvitele volt szent, hanem a diplomáciában, a nagyegyház diplomáciáján belül világra szóló, hogy úgy mondjam, események tartoznak a nevéhez. És na, nem akarom ezt dramatizálni, tehát külföldön ütötték agyon ezeket a mártír szenteket. És nincs keresztény Európa még a 14. században. Gondolom, tudjuk Hedvig, annak a térségnek és Lengyelországnak mind a mai napig egyik legnagyobb női szentje. A magyar királylánya, de hát gondolom Kingára, Kunigundára, IV. Béla legidősebb lányára, első lányára. Lengyel egyház, lengyel nép legnagyobb női szentje. Lengyelek mind a mai napig neki tulajdonítják nemzeti létüket. Ezek ismert Péter. Na most, nincsen fiú örökös, van egy 10-11-12 éves lány, Máriának hívják. És a nemzet azt mondja, az apa érdemeit úgy hálálja meg, hogy megkoronázzák Máriát. Na de én mit mondtam most? Megkoronázzák Máriát. Végeredményben itt nem történelmi ügyről van szó. Mert azért gondolom, tudjuk, ez a nemzet abban a pillanatban, hát nincs az a nádor, nincs az az esztergomi érsek, ránéz egy 11 éves lányra királyi jogkörrel. Nem királyné. Királynő és király. Gondoljunk a Kései esetre, amikor nőt koronázták. Ő régs volt és nem regint. Magyar szent koronával megkoronáztak, akkor uralkodói hatalma ebben is megmutatkozik. Na most, ha a nemzet vállalja, hogy megkoronáz egy hajadon kislányt, jó, hát ez mégis nem utolsó szempont. Mert ma már a kislány lehet, hogy áll, de a hajadon nem biztos, hogy hozzá tartozik. Tehát hajadon, szó szerint szűz, és Máriának hívják, és koronázzák. Milyen koronával? Azzal a koronával, ami Szent István ajánlott fel Szűz Máriának. Na, itt kezdődnek viszont a bonyodalmak. Az özvegy Erzsébet, aki egy gyönyörű szép nő lehetett, mert szerelmi házasságban éltek Nagy Lajossal. Ez érdemes végig gondolni. Tehát Nagy Lajos király, amikor éppen Ráma, vagyis Bosznia, Jajcei, Vízes és környéki járja maga útját, egyszer csak megpillant egy kis jó kiállású szemét. Erzsébetnek hívja, beleszeret. És mit ad Isten, feleségül veszi. És ez az Erzsébet, ez egy tünem, hangsúlyozom, tüneményes nő lehetett. Még ebben az időszakában is egy ilyen érett, és inkább virágzó, mint elvirágzó asszony benyomását keltette. Ez most egy kicsit szubjektív magyarázat, igazolni nem lehet, keressük a, hogy úgy mondjam, az események indítékait. Miért? Mert van egy nádor, őt Garai Miklósnak hívják.
És itt kezdődnek a bonyodalmak. Nagy valószínűség szerint. Ismerjük a férfinél kapcsolatban azt a pillanatot, amikor a férfi nem meri bevallani szerelmét, de mindent elkövet annak érdekében, hogy mindig ő legyen a központban. Na most ez történelmi szinten, országirányítás szintje, ez megbosszulja magát. Hát minden krónika elmondja, hogy Garai Nádor az özvegy királynét és a kis királynőt elfordítja az országtól. Tehát rossz tanácsokat ad. Tehát mindenhol a maga érdekeit próbálja érvényesíteni, mindenhez olyan megoldás, nem kell ezt magyarázni. És itt jön a legnagyobb hiba. Ez végzetes hiba. Ebből lehet látni, hogy hibázni bármilyen korban lehet. Csak akkor a tanulságokat soha ne felejts el egy utód nemzedék. Hogy még egyszer ne történjen meg. Na most, elege van a férfi nemzetnek, és teljes joggal az asszony uralomból. Hát ez egy nagyon nagy ország. Hát a kislány kezében az ország gyeplője, mint a vadlovak, amikor a szekeret nem tudja irányítani az országot. Az özvegy királyné Garai befolyása alatt. Tudni való, hogy majd a királyné védelmében hal Garai Nádor ősi halált. Tehát végül is a sorsa azért megint csak valamit úgy helyrehoz, de ez már egy nagyon végzetes időszak. Na most elkezdenek tájékozódni, hogy kit lehetne. Hát jó, hát Mária meg Máriát koronáztuk, tudjuk, de az élet megy tovább. És itt jön a végzetes hiba. Van egy Károly nevezetű figura, ő Nápoly uralkodója, 1380-ra. 1365-től a magyar király udvarában nevelkedett. Igen ám, de én Túróczi János krónikáját idézem most, tehát most nem történészi okfejtések alapján megyünk, és onnan tudjuk, ez a következő század, 100 év telik el, tehát egy kicsit többet tudnak az események hátteréről. Azzal megy tengerparti országrészekből Zágráb püspöke, Horváti Pál például, a Lack fiakat is meg lehetett nyerni ennek a felkeresésnek, hogy tulajdonképpen ez a figura ott, Nápolyban, háttérben a Vezúv, a nem működő vulkán, Szicíliában a működő vulkán az Etna, ezt nevezik Szicíliai királyság, nem Nápolyi királyság, Szicíliának hívják. És Szicília király, ez a bizonyos Károly. Igen ám, de Lajosnak volt egy öccse, Endre, vagy András. Emlékezzünk az ő tragikus sorsára. Elmegy Nápolyba, hogy ő lesz Dél-Itália, tehát onnantól lefelé egészen Szicíliáig annak az országnak a királya. A római pápa nem hajlandó megkoronázni. Elkezdődik egy diplomáciai húzavona, aminek mi a lényeg? Az ő felesége Johanna egy iszonyú, ma úgy mondanánk olyan jó igazi bőszabású boszorkány. Tehát minden adottsága megvolt. És itt már a világdiplomácia úgy működik, hogy helyzeteket terem, amiből nem lehet jól kijönni. Ez mit jelent? Meggyilkoltatják Lajos öccsét, Endrét. Igen, ám, de nem lehet meggyilkolni, mert sebezhetetlen. Rájönnek, hogy egyetlen egy helyen nem sebezhetetlen. Tehát nem lehet vele kést vagy tördöfni. Nem kész. Nem lehet megmérgezni. Próbálkoztak. És rájönnek, hogy itt sebezhető, de nem kés által, egy módszer van, mert a varázs ereje, ezt külön elmondja még Boccaccio is, nem áll tudni. Tehát ennek a kornak azért vannak kiválósága, és Boccaccio azt mondja, hogy olyan, nem is Boccaccio, Petrarca, mert Boccaccio az egy kicsit olyan ismerős, tehát ő a, tehát Petrarca az. Ki elmondja, hogy olyan volt Endre, mint ártatlan bárány az örjöngő, vérengző farkasok között. Tehát a bárány példázata jelenik meg. És kihívják éjszaka, mintha valami jelentést akarnának neki tenni, kimegy, abban a pillanatban 7-8 ember ráugrik, még van ereje, hogy ezeket lerúgja magáról, és szaladna vissza a fegyvereiért. De Johanna belülről bezárja az ajtót. Nem tud visszamenni.
megint elkezdődik, és hát amilyen a végzet, hogy már lemondanak arról, már menekülésre fogják, és akkor történik valami esemény, ami azt eredményez, hogy megint visszatámadnak, és sikerül őt megfojtani. Na most, mit tenne ebben a helyzetben a magyar király? Ha megtorlás nélkül hagyja, hát ez egy precedens. Ha megtorolja, akkor nem, igazából kilép a magyar király szakrális szerepköréből. Nem lehet jól dönteni. Most félelmetes ám a történelmi helyzet. Félelmetes, ezek már tényleg érzékeltetik a mai idők tetteit. Minden esetben a király kétszer úgy végigvág ostorra Itáliának azon a részén, hogy egyébként megérdemli az a kor. Igen ám, de közben Johanna gyereket szül. És ezek a naív gyerekek itt a Kárpát hazában azt hiszik, hogy ez a gyermek ez Endrétől származik. Na ő Károly. Na de nem Endrétől származik. Nem Árpád vér. Azt hiszik, hogy Árpád vér, és őt hívják be. És mivel ismeri az itteni viszonyokat, mert Lajos király udvarában 1365-től 1380-ig. Hát ezért mit vendég jön? Felvesz valami álkormányzói státuszt, megszerzi a jogosítványokat, és elindul a fehérvári király koronázásra. És itt már csak felolvasás következik. Ez van fél óra, és befejeztük a mai menetet. Fehérvárra siet, hogy az álnoksággal elragadott koronát minél előbb elnyerje. Ez a város mélyfekvésű síkságon van. Hol kell hangsúlyozni azt, hogy egy város mélyfekvésű síkságon van? Vajon a Hortobágy térségében van értelme ilyen földrajzi jelenség feltüntetésére? Ott van ennek hangsúlya, ahol a mélyfekvésű síkság nem szokványos jelenség. Miért? Ne hegyek között vagyunk. Ott van jelentése, hogy mélyfekvésű síkságon van ez a város. A természet Túróci János krónikájából idézett. A természet a falakon kívül, amelyeket nem tudom ki építe. Ez a Pilisnek a titka. Attila, amikor bemegy, minden magyar krónika elmondja, őseinek városába, akkor ott milyen kép fogadja? Épületek, némelyek állnak, paloták, templomok, némelyek földig le vannak rombolva. És Attila, gondoljunk Anonymus leírására, az egészet megújítja, és hatalmas kőfallal veszi körbe. Árpád vezér, aki átveszi Attila király örökségét, Szobiréven kell át, most nézzünk rá a térképre, és bemegy Attila király városába. Attila király városa maga a Pilis. Ez a hatalmas természet által szívet formázó terület. Belsejét mind a mai napig a szív működéséről lüktető, húzzáló energiagódszáról dobogók működik. És tényleg szív alakú. Tehát a Duna és a hegyek együttes összhatása egy természet által működtetett hatalmas szívet formáz meg. Hát ezért nem véletlenül Dalai Láma dalaiban, és hát mások is a szív, a föld szívcsakráját ide lokalizálják. Na most, közhelyszerű a kérdés. Lehet-e enélkül bármit tenni, egyáltalán élni? Nem lehet. Nem lehet. És ez nem Kárpát-medencén kívül van, hanem Kárpát-medencén belül. És nem a Kárpát-medence szíve természetesen az is, hanem a föld szívcsakrája. És amikor az uniós csatlakozás volt, akkor a BBC az egy elég veretes tévé társaság, nem akarom dicsérni, mert nem tudom, de egy biztos, hogy Magyarországról is készítettek egy bemutató kis portréműsort, egy olyan 20 perces műsor. Ez abban az évben, ha jól emlékszem, hát május 1-én, nem tudom, hogy emlékszünk, akkor volt a csatlakozás, előtte húsvét vasárnap mutatták be, de hol? Mindenhol. Mindenhol. Tehát ez földszórású tévéállomás. Az Amazonas partján épp úgy látták az adást, mint a Ganges partján.
Most nem volt magyar televíziós társaság, vagy magyarországi, aki erről beszélt volna. Arról viszont beszéltek, hogy külföldi tévé társaságok milyen dehonestáló műsorokat készítettek Magyarország. Szinte kijelentek benne. Ezek szadisták. Ezt azért nem már tudjuk. Szadista az kijeleg egy másiknak a szenvedésére. Hát rólatok, gyerekek, ilyeneket csináltak. Most ennek a műsornak egy témája volt. Hol van a Föld szívcsakrája? Na, hol van? Dobogók. Ott voltunk, tehát onnan tudom, hogy forgattunk. Bizony. Hát ilyen az élet. Ez nem túl sokat jelent, de mégiscsak jelentős tényező. Ugyanis úgy került erre sor, hogy miközben ez a riporter, ez egy igazi angol kiadású hűvös, ismerjük ezt a... Ennek egy mosoly soha nem látszik, de tele volt jó szándék. Ez a hűvös, hideg teázgatás valahol a nagy ködben, Anglia valamilyen pontján, tehát egy ilyen típusú ember volt. Ha valamit mondott, azt is olyan szépen 25 szörmást is el lehetett volna mondani helyette. Megérkezik Magyarországra, és megkérdezi az egyik éppen útjába akadó, de áll ismerősét, hogy hát te figyelj, te itt élsz Magyarországon, mit lehetne Magyarországról? És mindig kerest a nőt. Ez a nő egy francia származású karmesternek a feleség, és kapásból rávágta. Ott van a Föld szívcsakrája. És az angol riporter nem kapott nevet. Azt mondta, hogy ez kell nekünk. Tehát így indult útjának ez a... Tehát lehet tudni. Tehát ma már a világban hangsúlyozva, nem csak a dalaiban élünk, ez megint olyan tények közé tartozik, aztán persze, hogy kicsit misztikus. Na de a Föld az élőlény. Honnan tudjuk? Úgy, hogyha akar, úgy lélegzik. Gondolom ismerjük a híres történetet a Darumadár és a Kocsmáros viszonylatában. Mi a különbség a darumadár és a kocsmáros között? Lassan itt tartunk. A darumadár magasan repül, szépen énekel. A kocsmáros a földön áll, nézi és nem tehet róla. Elkezdett a Föld úgy működni, persze erre kényszerítettük, hogy elszabadultak az erők. Szó szerint elszabadultak. Hát tudjuk, hogyha a Grönland és az északi sarknak a jégkészlete elolvad. Ez nem csak azt jelenti, hogy ilyen, hogy Hollandia meg New York, egy ilyen vidám tengeri futam lesz majd, ilyen hullám lesz majd. Mert ezt azért illik tudni. Éppen ezért Hollandia hova készül áttelepülni? Hát ide persze. Ide. És uniós térképen a Duna-Tisza köze már így van feltüntetve, hogy új Hollandia. De gondolom tudjuk, hogy New Yorknak mi volt az első neve. Új Hollandia. És azért valamire élik felfigyelni. Nézzünk rá a térképre, hogy mekkora Hollandia, és tűnődjünk el, hogy mekkora gyarmataik vannak. Ez nem Hollandia. Ez nem Hollandia. Érjünk már föl. Ez valami, aminek Hollandia a neve. Aztán lehet tudni, hogy kik gyarmatosítottak, vagyis a háttérből kik igazgattak. A tragédia az az, hogy a tengeri áramlásokra oly befolyást gyakorol, ami a tenger élőlény világába katasztrófát okoz. És még valami. Ott édes víz olvad majd meg, ez pedig sós víz. Magyarul mit jelent? Az élővilágnak lőttek. Világos? Ezt még öveges professzor is el szokta mondani. Kedves gyerek! Ez sós víz, és ebben most édes vizet öntünk. Benne kurutyol egy béka. Sós vízhez szokott. Meddig kurutyol a béka? Kedves gyerekek! Már nem kurutyol a béka. Na, megyünk szépen tovább. Tehát a természet a falakon kívül, melyeket nem tudom kiépíteni. Ez egy nagyon nagy központ. És a falak léptéke mind a mai napig, gondoljunk Visegrád. Visegrád az nagyon tanulságos, mert ott lehet látni azokat az alapokat, amelyeket dobogókön vagy a vadállóköveknél lehet látni.
és erre épül maga a várfal, menjünk el Visegrádra. Tehát Visegrádon érdemes a Pilis várépítészettel a kapcsolatot felvenni. Mert ha ott látunk, akkor már mindenhol látunk. Na most a falak, meg egyáltalán az erőrendszernek a kőbe zárt maradvány csomópontvonal, energiavonal rendszere hihetetlenül monumentális. És ha Attila úgy lép be, hogy az ősei építkeztek ott, és ha Attila címe ez, Attila Isten kegyelméből Bendegúz fia nagy Nimród unokája, akkor kinek a hazája a Pilis? Hát Nimród atya Hunyornak és magyarnak. Itt van a Mezopotámia, a folyó köz. Csak ez ráadásul még elevenebb, mint az a sivatagi átjáróház, a Tigris és Eufrátesz köze. Az egy másodlagos, harmadlagos gócpont. Tehát figyeljünk oda, Túróci János azt írja, hogy itt van monumentális jelenségről van szó, és szinte a természet és a falakon kívül, akit nem tudom, kiépített. Ez maga a rejtély. Na most a természet ingoványos vizekkel, köröskörül elterülő mocsarakkal, mély mocsaras nádasokkal védi ezt a várost. Na most a Pilis-Perem vidékén bármelyik irányból közelítjük, ezt a látképet kapjuk. Hatalmas medencék, gondoljunk a Vörösvári árok térségére. Tehát ha Sojmártól Pilis-Szántól felé megyünk, nem tudom, hogy mennyire tudjuk felidézni a képet, ott vannak a hatalmas, régi folyómedervágatok, és még mindig mocsaras a terület. És ebből emelkednek ki ezek a földi nyúlványok. És a hegyek kicsit távolabb vannak, nem szorítják össze, tehát itt hatalmas nagy, hogy úgy mondjam, városépítészet alakulhatott ki. Maga Miksa császár mondja el, hogy Fehérvár külvárosai akkorák, ő íratja a naplójába, mert ő nem tudott írni. Tehát ezt nem árt tudni. Tehát ő aztán tényleg nem tudott írni. A nagy lovak király. Habsburg Frigyesnek a fia Miksa, az utolsó lovak király, ugye? Itt olyan címeket adományoznak egymásnak, hogy ez valami elképesztő. A francia a szabadság szerető nép, rútvéri pontozza a határ, és egyébként. Meg a guillotine, ugye? 20. században még működtették. Még működtették. És a szadizmusnak sem az SZDSZ a névadója elsősorban. Ez más kérdés, hogy rokonvonások azok tetszenek. Tehát, most már inkább olvasni fogok, mint fejtegetni. Ebben a templomban van, tehát ott van egy kőből épült templom a város közepén. Ebben a templomban van régi királyunknak, Szent István királynak tiszteletre méltó teste. Szent István király teste. Nem jobb keze. Teste. Aki Magyarország első királya volt itt már, most egy magyar krónikásnak elég ennyien. Mert én tudom, hogy Szent István király kitől első király? Attilától. Attila viszont, mint magyarok első királya, a világ első királyára hivatkozik, mondván, hogy a nagy Nimród unokája éppen ő maga. Tehát mindig ebben a templomban szokták megkapni Magyarország királyai az ország első méltóságát, és a végtisztesség utolsó kíséretét. Na most jó helyre és védett helyre nem a koronázási szertartás miatt van szükség, hanem oda megyünk és van koronázás. Sokkal inkább mire kell így gyanakodni? Temetkezési szertartás igényli, hogy ez nem lehet akármilyen helyen. Tehát ilyen Velencei és a Balaton tava között, hát a Balatont nem lehet a mai Székesfehérvárról irányítani, nehogy a Kárpát-medence. Egyszerűen nem gondolunk végig dolgokat. Az tényleg mocsárvár volt, honnan tudjuk? Az eredeti neve nem a székről van, hanem a mocsári szikről van, Székesfehérvár. Tehát ez a mocsári fehér. És én nagyon tisztelek mindenkit, de valamire föl kell figyelni. Most ebben a párbeszédben, hogy hol lehetett Fehérvár. Alkura nincsen lehetőség. Az arany gullának az első pontjai kimondják a következőket. Évről évre
Szent István király napján, augusztus 20-án, Fehérvár alatt kötelesek a magyarok összegyűlni. Na most ez azt jelenti, hogy több százezer ember. Hol? A Mocsárban? A mai Székesfehérvár soha nem adta, amikor még tényleg voltak ott Mocsárban. Nem lehetett fölvonulni. Az tényleg Mocsárvárból. Tehát több százezer emberről van szó. Hát a Néksa koronázását a tűzvészbe egy kicsit belecsaptunk. Ott mondják el, hogy még emlékezünk azokra a felvonulásokra, írja mondjuk a Nádor, amikor Rákos mezein vagy a Fehérvár alatti mezőkön 80-100 ezer magyar fegyveres jelent meg. Hol a mai Székesfehérvár térségében? Csak ott, na menj ki lovam a Mocsárba legyen. Menjél ki. Lehetetlen. Ráadásul olyan a környezet, hogy a természet ott nem bővelkedik, hogy úgy mondjam, éléskamrával. Azért nehogy azt gondoljuk, hogy akkor ez egy olyan hely, senki földje. Egy kis alföld, egy kis ilyen, ahogy elmondják, ez maga a mezőség. Átmeneti hely. Na de, ebbe a templomba Károly nem úgy lépett be, mint Magyarország régi királyai. Aranytól ragyogva békés ruhákba öltözött. Most gondolom, tudjuk, a koronázási szertartásra nem csak a királynak kellett aranyszövésű, szinte aranyruhában megjelenni, az érseknek is. De nem csak a királynak és az érseknek, minden főúrnak és főpapnak. De nem csak minden főúrnak és főpapnak, mindenkinek. Bonfini, aki látott királykoronázást Mátyás után, hát ez Ulla László koronázás, második Lajos apja, hát valami iszonyat kezdődik Ulla Lászlóval. Mátyás halála után. Tehát kész, vállalta a nemzet a nagypénteki áldozatvállalást, Mátyás nagypénteken koronázták meg. Most arra, hogy na még egy kis szabad idő, na még egy kis szabad idő, kiválasztották az egyik legrosszabbat, és menjünk el a keresztútjárásra. Tehát meghívják Ulla Lászlót. Na most olyan fényes és pazar a király koronázás, hogy Bonfini leírja, hogy azt hihetted volna, hogy itt szórják szét a szkíták minden aranyát. Hogy mindenki. Arany lelőhegyek. Nem bányák, lelőhegyek. Tehát olyan, hogy lemegyek a Duna partra, belenyúlok és a fölegyi arany. A Kárpát-medence erről volt nevezetes. Innen nem kellett kiszaladni egy kis nemes fényért. Ma is itt vannak a legnagyobb aranybányák. És ahogy jeleztem, nem csak a Vöröspataki, nem csak a Körmöci, nem csak elcsatolt részeken, hanem Börzsöny. 1992-ben kerül kanadai tulajdonba. Akkor elmondják, hogy az egyéves forgalomból, a forgácsból, az akkori állam adósság azonnal rendezhető volt. Most nézzük meg, hogy kik voltak akkor hatalmon. Ki volt akkor a miniszterelnök, és kinek állítanak szobrot. Tehát ebbe a templomba arany játssza a főszerepet, és nem azért, mert ez egy nemet, persze, hogy nemes fény. Onnan tudjuk, hogy az aranynak van egy fontos tulajdonsága. Bárhova teszem az aranyba. Évezredig lapulhat föld mélyén, az aranyából nem fog veszíteni. Ezért az örökké valóság és a maradandóság az, amit hozzá társítanak, de ez önmagában még jelképes lehet. Az arany a napnak a féme. Miért? Mert a napfényével legközvetlenebb kapcsolatban lévő fém, és itt a fény-fém alkimisztikus váltásra is érdemes odafigyelni, az maga az arany. Tehát az arany jól vezeti a napnak a fényét, magába fogadja, amit magába fogad, azt magában is tartja, és ugyanakkor pedig attól függ, hogy hogyan esik rá, milyen szögben a fény, hát szinte vakító erővel sugározza vissza. Most képzeljük el, amikor a magyar király ott áll a hajnali napfelkelte fényében, mert a koronázás az hajnal végi, kora reggeli szertartás, hogy ott mi történik. A koronán drága kövek is vannak. De most mi sajnos olyan világban élünk, hogy nincs mindennapi kapcsolatunk drága kővel,
és arannyal, és napfénnyel. Na most ilyenkor, ha jó az idő, ezért döntő királykoronázáson. Tehát ha felhős, ha borongos, akkor ott baj van. Ha tényleg a fény bejön a napkelte felé nyíló ablakon, és telibe találja az oltárra helyezett magyar szent koronát, onnan az esztergomi érsek fölveszi, akkor a korona nem fizikai állagában látom, hanem a fény sugárzik minden irányba belőle. A drága kövek szórják szét pazar módon a fény. És mit látunk, amikor a király fején van a korona? A fény sugarat. Most ez egy olyan csodálatos szertartás, hogy tényleg nem lehet ezt hasonlítani, és ezért hangsúlyozza, hogy aranytól ragyogva. De Károly nem így jött, hogy a régiek jöttek. Békés, nem fegyveres ruhákba jöttek, békésen aranyöltözetben. Iszonyú fegyveres őrségtől kísérve jött ide. Közben Mária sír és könnyezik. Na most, ha Mária könnyezik, ez milyen Mária? Könnyezve mondja Mária, hogy atyám koronájáról nem mondhatok le. Akit megkoronáztak szent koronával, erről nem lehet lemondani. Ez beavató koronai Miklósit jelezte. És egy időben két koronás királya előfordul néha, de nem lehet az országnak. Na most ismerjük azt a Máriát, akinek orcáján folyik a könnyű. Hát itt lent is lehetett látni az egyik Mária kép, ez a tulipános Mária. Na, van egy megkapó kis, apró kis részlete a sok-sok tulipán közül. Két könnyű folyik végig az orca, könnyező Mária. És ha Mária könnyezik, gondoljunk a Mária Pócsi könnyező Máriára. Hát akkor van oka könnyezni. És ez a kislány Mária, ez pontja a könnyeket. És lehet érzékelni, nem csak a kis királylány, itt már maga Szűz Mária. Már maga Szűz Mária az, aki jelez. Miközben a papság a titkos értelmű Isten ígéket énekelte, koronázási szertartáson a fény mellett a hanghatásnak is döntő jelentősége van. A papság a titkos értelmű Isten ígéket énekelte. Nem fogjuk el, nehéz elképzelni. De melyik az elsődleges? A fény, vagy a, most így mondom, vagy a hanghatás? Kezdetben vala az ige, és a szavára legyen világosság, lesz világosság. Tehát itt a fény és a hanghatás közül a hanghatás közvetlenül a teremtés központ irányába mozdul el. A felső korona részen a keresztpántok tetején atyát fiú képében ábrázoló zománcképet lehet látni, és ott a kép és a figurális alak kellős közepén van egy kis lyuk. Na ott van a titok. Ott van a titok. Tehát nem a világosság és a sötétség képjelei, vagy egyáltalán az emberi alakban feltűnő teremtő. Tehát a keresztet ebbe a köldökszerű nyílásba helyezik bele. És akkor indulnak el a folyamatok. A teremtő köldöke. Most teremtő köldöke mit jelent? Az a teremtés központját jelenti. A teremtőnek a köldökét szokták hangsúlyozni. És itt bizony úgy tűnik, hogy erre az elsődleges, a teremtést útnak indító teremtői ígére kell elsősorban odafigyelni. És ezt a hatást kezdik el a papok ilyenkor a himnuszok éneklésével, és hát még valami lelkesedés. A szeretetnek kell működnie. Tehát az esztergomi érsek kezében tartva a királyi koronát hangos szóval, ahogy szokás, háromszor megkérdezte a népet, vajon akarja a Károly királynak. És miközben a papok ünneplő torkából zengenek a himnuszok, fejére teszi a királyi koronát. De csodálatos dolog, aki előbb állítólag még mindenkinek tetszett, úgy látszott, hogy senkinek sem. Egy percen belül megtörtént a váltás.
Tehát megkérdezi az érsek, akarjátok-e? Néhányan még azt mondják, hogy akarjuk. Megkérdezi másodszor, már alig mondják, és harmadikra valami kis bárány bégetésre emlékeztető hangot lehet hallani. Tehát mi történik a szertartás ideje alatt egy villanási időintervallumot igénybe vett idő alatt? Mi történik? Ezért kell ott lenni a szertartáson. Tehát a nemzet megdöbben. Ez nem Árpád házi, ez nem lehet. Gyerekek, oda kellett volna figyelni. Erre, mondom én. Persze én nem nagyon tudom ilyen tanácsokat adni. És hát nincsen vége. Aki előbb úgy látszott, hogy még mindenkinek tetszett, úgy látszott, hogy most senkinek sem tetszik. Amikor az óhajtó célt elérte, nem volt vidám zajongás, ez a lelkesítő. A hatás sem dicsőítő újongás, ami egykor a koronázási menetét kísérni szokta. A király számára a rosszat jelentő csodajelek nem hiányoztak. Mert amikor kilép a templomból, hogy az aranytól ragyogó lóra szálljon. Szent István, Szent István. Csak azért mondom, mert divatozik. Nem Kristó Gyuláék irányából, hanem egészen más irányból Szent István, naponta kárhoztatni olyan tettekkel, amiket ő nem követett el. A koronázási szertartás legfontosabb főszereplője, ha ő kilép a templomról, még egyszer elmondom, hogy az aranytól ragyogó lóra szálljon. Hogy néz ki ez a ló? Hát úgy fel van szerszámozva, hogy ezt a bizonyos arany szó szerint borítást még ő is megkapja, és ez bizony fehér ló. Most akkor mi van a fehér ló szertartással? Hát megy tovább. Bizony, hogy megy tovább. Hát azért ne felejtsük el, ha ez nem lenne fontos, ennyire nem lenne hangsúlyos. Hát még szép, hát arra ment a hatos illamos, felszállt le. Nem kell bűnbét csinálni. Nem. Aranyban van megpakolva a ló. Vagyis ez mit jelent? Ő is része a koronázási szertartásnak. Hát ennek a lónak a hátán vágtat fel Szent István dobjára, koronázási dobjára, meg kell fordítania a lovat, és miközben a ló így szépen ágaskodik, a kivont karda, ami nem azonos a maival. A mai kard, amit szépen az országgyűlés kupola termogonon tudjuk, szépen így alávágták. A korona. És a bárna, ezt tudjuk, hogy milyen brutális beavatkozás. Ez megint fekete mágia, nem tartozik oda. 16. század végéről származó velencei munka. Világos? Mindenki tudja, mindenki. Még el is mondják, hogy még használták is. Magyarul ez egy gyilkoltak. Velencei kard. Hát gondolom tudjuk, hogy Velence a magyarság felé. Hát a török, ma úgy mondanánk titkos szolgálat, kémhálózat központja hol volt? Hogy a Velence. Na hát Velence. Ma gondolom tudjuk Velencét, hogy hívják. Világban, valuta alap. Hát erről globális köztársaság mintaképe. Velence Kalmár köztársaság. Most kereskedői mentalitással. Maradjunk annyiban, hogy a király számára rosszat jelentő csodajelek nem hiányoztak. Mert amikor kilép a templomból, hogy az aranytól ragyogó lóra szálljon, Szent István híres lobogója, tehát ezért bántják, mószerolják Szent István. Hát kinek a ruhájában van a király? Mátyás kinek az ruhájában volt? Szent István ruhájában. A ló kinek a lószer számával van felnyergelve, kantározva. 1848-ban még megvan Szent István lószer száma. Hát itt van, ahogy mondani szokták az igazi titok. Tehát hitelteleníteni kell minden, hogy ne lehessen hitelesen király koronázni. Ettől függetlenül majd lehet, eljön annak is az ideje. Lehet, hogy közel van, lehet, hogy távol van. Ez nem időben mutatkozó pillanat, mert idő feletti magaslatból indul. De mivel a Szent Korona
itt van, a Szent Korona létezik, nyilvánvaló módon valakire várakozik. Ugye Révai Péter leírja 1613-ban, isteni csoda, hogy a korona még megvan. És képzeljük el 2007-ben, ha akkor isteni csoda. Hát azért most ezerszeres isteni csoda, és 1916 óta nincs király koronázás. És a korona még mindig olyan helyen van, ahol, hogy úgymond országos ügyekben intézkednek. Tehát ott van. Tehát megtalálta a helyét. És itt elfelejtettem külön hangsúlyozni, hogy például ilyen jelenségek, amikor váratlanul úgymond a túloldalról egy jogász kap egy dossziét, és még a uniós csatlakozás előtt megtudnak dolgokat. Na, ilyenkor lehet érzékelni, hogy igenis, a Szent Korona segíti a népet, segíti a hazát. Hát egyszer olyan dolgokat hív elő emberekből, állítom, az a fickó azóta azon gondolkozik, hogy ezt miért tette. És akkor Bárándi volt az igazságügyminiszter, és a jobb keze az asztal alatt dugta át valakinek a dossziét. És gondolom azt is tudjuk, hogy annyira úgymond nem létezik a Szent Koronában lévő élet, hogy ott nem nagyon szoktak előtte olyanok elmenni, akik nem szoktak jót tartani a koronáról. Tehát nem lehet sétálgatni. A korona őrök kiváló emberek. Néha már anekdótákat szövögetnek arról, hogy gyakorlatilag úgy tesztelik, hogy ki hova való, hogy a koronához milyen a viszonya. Ha inkább átmegy, megkerüli az egész épületet, hát volt olyan, hogy úgy ment be miniszterelnök, ez a fő bejárat, szépen be lehetne menni. Ugye a hátsó bejáraton mentek be. Miért? Hát ugye, mint tudjuk, ez csak babonaság. Hogy lenne már babonaság? Hát akkor simán ott lehetne jönni-menni. Hát az csak egy korona. Hát ezeknek ez, ismerjük ezt a kicsit megcsúsztatott, nyugtatott mindenkit. Ezeknek ez itt valami, valami. Hát igen, majd látjuk. Még azt, hogy hogy ragyog ez a Szent Korona, alkalmas királyi föld. Aztán, hogy ez a király honnan jön? Mert könnyen lehet, hogy a Jelenések könyvében szerepel, hogy megnyílik az ég, és fehér lovon van valaki. Fehér lovon. Tehát azért ne bringassuk magunkat abba, hogy akkor jön valaki. De egy biztos, ennek a koronának még döntő. És nagyon fontos szerepe lesz az emberiség történetében. Miért? Mert van. Van. És emlékezzünk arra a köztársasági elnökre, aki ilyen göncögben szokott mutatkozni. 1999-ben fennhangon hirdette minden hónapban, hogy a Korona Nemzeti Múzeumban marad, mert ő, mint köztársasági elnök, ő ezt és egyáltalán. És ha véletlen nem így lenne, akkor ő, és ott marad a múzeum. Na most szerencsére a koronát nem hozta izgalomba, lázba egy köztársasági elnök magánszáma. Nem egyszer csak átvonult az országgyűlésbe. Viszont ez az ember semmi hirdette, hogy amíg ő a köztársasági elnök, addig a korona marad a múzeumban. Érdekes módon saját szavát nem vett. Nem mondott le. Nem mondott le. Hát ezeknek nincs becsületük ám. Nincs becsületük. Hát ő hivatalosan nyilatkozott. Nyugtatta pártársait, hogy nyugi gyerekek. Hát az az ember. Hát a koronát ez nem valami neki. Na most, jó ütemben haladunk. És tehát, amely Szent István híres lobogója, amely egykor a királyság legelső napja bizakodva nézett, és amelyet annyi évszázadon keresztül kegyes tisztelettel megőriztek a jövendő királyok számára, ez a lobogó, amint előtte vitték, beleakadt az ajtósarok borításába, darabokra szakadt, és a királyt méltatlannak jelezte. Most magyar királyok ezzel a lobogóval vonultak hadba. És győzték. Most ez a lobogó szakadt darabokra. Tehát itt már megszakad valami.
és nincs vége a folyamatnak. A budai várban tartózkodva, és figyeljünk föl valamire. Most még Fehérváron vagyunk, a következő lépés a budai vár. Tehát azt beadni embereknek, hogy a korona, mondjuk Visegrádról, aztán már elvitték a mai Székesfehérvárra, hangsúlyozom csak azért, hogy a mai történész és műveletes történész szépeket álmodjon nyugodtan éjszaka. Más indok nincsen. Hát ne felejtsük el, ez egy rendkívül érzékeny alkotmány. Tehát az abroncs még nem annyira, mert ennek tartó szerepe van, ez dúsan ezüsttel van ötvözve. Tehát ez a kemény, az állandó része, viszont a keresztpánt papír vékonyságú aranyból van, és a legtisztább arany. Ez még önmagában megint nem egy nagy ügy mondanánk, csak hogy zománc képek vannak. És a zománcról gondolva tudjuk, az üveg. Ugyan olyan üveg, mint bármilyen más üveg. És elől a pártázatnak ez a díszes, zöld és kék, pikkelyre és tolmintára emlékeztető zománc, ez a híres azsúr zománc. Egy azsúr zománcot tartalmazó kincs maradt meg a világon, ez a magyar szent korona. Most azsúrzománcot készíteni nem tudnak. És mi a titka? Az, hogy mögötte nincs arany. Tehát itt a zománcot a legfinomabb rekeszszalaghaj tartja meg, és nincsen tartója. Így ráfújok, ki lehet találni. És képzeljük el, ha ezt állandóan mutatták le Székesfehérvárra. Tehát lehetetlen. Ez maga a lehetetlen. Na de, aztán a többiről, ahogy Papp Gábor el szokta mondani, nemzetbiztonsági szempont. Ne. Hát egy 60 kilométeres úton, bármikor válságos időszakban, egyik rajta jut a másikon, mert ahol a király, ahol a korona, ott a királyság. Tehát alapvető dolgok mellett úgy siklanak el, hogy ez valami elképesztő. Tehát a budai várban tartózkodva a gyászos csodajelekkel rémíti őt az Isten a magasból. Ugyanis ez időszak kellős közepén egy napkelet felől kerekedő óriási tömegű ijesztő felhő támad. Még egyszer elmondom. Napkelet felől kerekedő óriási tömegű ijesztő felhő támad, ami erre a letűnt nemzedékek között egyetlen öregember sem emlékezett Magyarország. Hasonló jelenséggel már találkoztunk. Mondjuk az 1400, tehát visszatérnek ezek a jelenségek, és miért választottam most ezt a megközelítési módot? Ez történik ma, hol? A Föld nevezetű bolygó. Elszabadult valami. Nincs király a világ. Nem rendeltetésszerűen működtetik a magyar szent koronát. Nem lehet ámit játszadozni. Igen sűrű zápor kerekedett belőle, viharos szelével megrengette és remegésbe hozta a magas tornyokat és a kiemelkedő házakat, és a tetők magas csúcsait leszakítva magával sodorta a levegőbe. Borzalmas még elmondani is. A mai időjárás jelentések erről szólnak. És mindez, hát erre még azt mondja, borzalmas még elmondani is. Nehogy azt mondjuk, hogy véget ér. Hát jó, hát egy kis vihar van. Na igen, de milyen vihar? Milyen óriási tömegű ijesztő felhő? Napkelet felhő, ahonnan az élethozó fénynek kell érkezni. Most árad és ömlik az, amire nem számítanak. Amikor már három napja haragosan dühöntek a vízzel terhes felhők és a hatalmas erejű szelek, az emberek azt hitték már, hogy az örök káoszba tért vissza a világ. Hát a világ most már elindult azon az úton, hogy ha így halad, vissza fog az örök káoszba térni. Aztán a királyi díszének leáldozása idején, csak nem életének váratlan romba dőlte előtt, megszámlálhatatlan sokaságú holló jött, és telepedett le a királyi palotában. Most nem nehéz felismerni, hogyha mi évkori kereten belül akarjuk elhelyezni ezeket az eseményeket. Ha lerajzolom a zászlót, két hullámvonal.
hatalmas orkán erejű szél és felhőszakadások. Milyen évköri egység tulajdonságai jelentkeznek itt áttütő erővel, amely évköri egység második holdháza a Holdon? A vízöntő második holdháza a Holdon. Egy testetlen energia szabaduló áll, de valami hatalmas erővel. Sem emberi erő, sem ügyesség nem tudta őket elűzni, pedig ezek a hollók a jót szolgálják. És most valami olyan baj történt, hogy az a jótékony, éltető energia hullámzás miért? Mert valami megszakad. Most képzeljük el, amikor egy atomreaktorba valami besül, és nem lehet vele játszadozni. Tehát a Szent Korona az nem akármilyen korona. Teremtés központból indítja a folyamatokat. Tudjuk, hogy ez mit jelent? Mi itt vagyunk a Földön teremtett lények. De a koronázás pillanatában az érkező erő, az a teremtő, hogy úgy mondjam, szívéből, lelkéből érkezik. Az az erő érkezik, amivel ő teremtette a világot. És ezért, amikor a király, amit elmaradt, a négy égtáj felé fordítja a lovát, tehát táncoltatja a lovát, és a napvágást az égtájak felé elvégzi. Tehát nem suhint a kardjával észak-dél-kelet-nyugat felé, hanem keresztet hasít a levegőbe. Magyarul kijelöli újra az égtájakat. Tehát ennek másodlagos, harmadlagos szintű jelentése az, hogy az országhatárok védelmezése. Hát persze, hogy benne van. Na de nem erről szól elsősorban a királyavató szertartás, mert ha béke van, jó, hát akkor is védeni kell a hazát. De délben történik a napvágás. Délben. Mikor? Amikor a nap legmagasabban jár. Mikor tudom az égtájakat csalhatatlan pontossággal? Úgy amúgy. Tehát itt van az ideje kijelölni. Tehát a fény által létező világban újra a világosság útját megmutatja égtájak szerint a király. Tehát megjönnek a hollók, sem emberi erő, sem ügyesség nem tudta őket elűzni. Csapatosan szállomba repestek a vár területén, és ijesztő károgásukkal az eget és az emberek fülét is rémülettel töltötték el. Csőrükkel, jó esetben ebben a csőrben, hideg űrön holló repül át, és akkor összekoccanak a molekulák, hallod-e csönd a csöndet, kérdezi József Attila, tehát ami át tud a halál hideg csöndjén repülni. Ezért fontos a holló, és az élet víz van a csőrében. Vagy az élet reménynek a gyűrűje, gondoljunk a Hunyadiak címerére. A pálosok címerében van ez a holló. Tehát létfontosságú a holló. Itt viszont valami megzavarodik. Tehát egy erő úgy csapódik vissza, hogy sajnos káosz terem. Na de, csőrükkel egymás ellen fordulva sebeket vágtak egymáson testükről, kitérdesték a tollakat. És a fekete tollakat, meg a királyi palota tetejét piros vérükkel össze-vissza érezték. E csodajelek megrendítették a fenyegető végzett súlyos előjelekkel révítgeti. 1385. december 31-e. Károlyt koronáznak. 1916. december 31-e. Úgy koronáznak Károlyt, hogy következménye Trianon. És 2006. december 31-e. A korona roncsolásmentes anyag vizsgálatáról miniszterelnöki rendelet, és földrengés van Magyarországon. Plusz másnaptól jön az a törvény, hogy ide felszabadul a magyar föld, hogy külföldi is be. Nem beszélve ezekről. Tehát, ahogy mondani szokták, a korona van, egy lehetőségünk van, méltónak kell lenni hozzá. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you.